Köszöntöm az utolsó szekció, az oktatás, nevelés és iskola szekció megjelenteket, és szeretném egyben az első szavakban tisztázni azt, hogy ez a cím igazán mit akar jelenteni. Azt véljük, hogy értjük, de azért szeretném egy kicsit tisztázni, hogy oktatás és nevelés az együtt értendő, mert úgy hiszük, hogy az oktatási úgynevezett intézményekben nem csak oktatás, hanem nevelés is folyik. Természetesen az oktatás az nagyon széles spektrumú, tehát egészen az óvodától az egyetemi felöleli az intézményeket, a benne résztvevő szereplőket, és ennek a kettőnek az aránya természetesen változik. Aztán szeretném azt is tisztázni azt a fogalmat, hogy az oktatásnak milyen színteréről fogunk most beszélni. Ez az állami fenntartású iskolákat fogja elsősorban érinteni, róluk fogunk beszélni. És ezzel rövid fogalomtisztázás után pár szóban a sorrendet is szeretném megosztani veletek, miről fogunk. Első programponton Szántó Marianna, a pásztói Zsigmond Király Általános Iskola intézményvezetőjeként, igazgatónőjeként fog 10-15 percben előadást tartani, és egy áttekintő képet vázolni nekünk a magyarországi oktatási rendszerről, annak gyenge, illetve talán erős pontjairól is. Utána pedig kis programmódosításra voltunk kénytelenek egy programmódosítást meglépni, de jó pedagógusként igyekszünk a megváltozott körülményhez alkalmazkodni. Váratlanul egy lemondás történt, és hát nézzétek elő el nekem, hogy nem egy prezentációval, de igyekszem ezt a hiányt pótolni egy oktatáskutatásról szóló rövid ismertetővel. Utána pedig azzal folytatjuk, hogy egy nagyon rövid módszertani ismertetést adnék egy tehetséggondozói programról, és aztán pedig Runai Krisztina nincs közöttünk az elmúlt napokban a budapesti önkormányzat, Szkita önkormányzat részéről, és a Szkita Egyesület részéről is közöttünk volt, és korábbi megbeszélés alapján ő fölkért arra, hogy a budapesti Szkita önkormányzat oktatási munkacsoportjának az elért eredményeiről számolja be nektek. És utána természetesen a kerekasztalnak a résztvevőit fogjuk ide előre hívni magunk közé, és akkor a közös megbeszélés elkezdődhet. Köszönöm, és akkor egyben átadnám a szót Szántó Mariannának, tehát a intézményvezetőnek a szót. Köszöntök én is mindenkit, és kérnék egy kis technikai segítséget, hogy tudjuk vetíteni ezt a prezentációt. Be kell dugni. Be kell dugni az USB-t. Géphez csatlakozhatni kell. Látszik az asztal. Ott van, bele dugva. Az asztal látszik a képernyőn. Igen. Be van dugva. Be van. De az asztal csak az asztal látszik. Látszik az asztal. Ott van. Csak el kell indítani. Klik. Nem kell elindítani. Az F5-ös adat általában. Ott van, ahol vannak. Az nem érdekes, az asztal most is, ott is látszik a szoknyától, ott van az asztal, ott van. Ott van, el kell ott van, csak nincs elindítva. Attól mert hogy van az F5, a kivetítés nem működik valószínűleg. Akkor igen, akkor egyet mondtad. Addig is, amíg a technika helyre áll, elkezdem az előadást, mert sűrűbben működik az idő. Forrás kell ott beállni. Hogy minden működik, tökéletes. Csak a hang nem. A hang működik, hát azt is megoldjuk. Jó, rendben. Tehát már elmondták azt, hogy iskolaigazgató vagyok állami iskolában. Ez az iskola egy olyan intézmény, amelyik 600 fős intézmény. Egy heterogén összetételű intézmény, mert hogy nem csak ennek a kisvárosnak a tanulói járnak oda, hanem a környező települések is beintegrálásra kerültek. A heterogén összetétel ellenére
országos szinten és a fölött teljesít az iskolánk kompetencia méréseken. Tehát én úgy gondolom, hogy vannak olyan jó gyakorlatok, amit még ebben a válságos helyzetben is meg tudnék osztani. Hogy elmondta Marian, tehát nem fogunk beszélni a strukturális változásokról, mindarról, ami egy sokkal magasabb szint, mint egy intézményvezetőjé, de azért úgy gondolom, hogy gyakorló pedagógusoknak, intézményvezetőknek ez is segítség lenne. Hogy kérdezzem már meg, hogy van-e itt a teremben olyan, aki esetleg pedagógus, óvónő, vagy nincs? Igen, 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 igen. Jaj, de jó, örülök neki. Jó, akkor mint szülő esetleg érintett a közoktatásban, vagy nagyszülőként? Ilyenek is vannak azért. Akkor mondhatnám azt, hogy a közoktatás az közügy, tehát hogy milyen az oktatásnak a színvonal, erre még bővebben ki fogok térni. Számtalan oktatáskutató, egyetemi tanár, civil szervezet foglalkozik az oktatás kérdésével. Mi az intézményvezetői szintről fogunk ezzel foglalkozni. Itt néhány nagyobb lélegzetvételű dokumentumot tettem föl. Egyrészt a jól ismert kockás könyvet, vagy mellette van az L1 szervezetnek a 100 pontos megoldási javaslata, civil szervezet és politikai pártok együtt alkották meg, és természetesen a kormánynak is van egy stratégiája a közoktatás problémájának megoldására, amit az Unió számára készített el a 2021-től 2030-ig tartó időszakra, és ebben is nagyon szép dolgok szerepelnek. Jó. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy nem csak iskolaigazgató vagyok, de az én világszemléletem az ős magyar bölcseletre épül, tehát óhatatlanul bele fogom hozni ezt a vonalat, ezt a tudásvonalat. Van, aki úgy ismeri, hogy Máté Imre, Jotengrit kötetek, van, aki esetleg a rágok közé tudókról hallott már, tehát ennek az ősi bölcseletnek a tudáskincsét is meg fogják egy picikét jeleníteni az én diáim. Gergely Erzsébetnek az egyik mondásával szeretném kezdeni. Gergely Erzsébet néhány hete hunyt el. Ő a Rába közi tudóvonal őrző asszonya volt, őrző tudó asszonya, és ez egy nagyon egyszerű mondat, de valóban a helyére kell tenni a dolgokat. Én ezt hallottam már Ercsei Attilától és más témakörben, tehát, hogy mindennek megvan a helye az életünkben, úgy például a betegségek is vihetnek előre, ha abból tanulunk, ha azt a helyére tesszük. Hallottuk a jelfigyelőtől is, hogy a tudatszint határozza meg azt, hogy mire van szükség ahhoz, hogy fejlődni tudjunk. Van, ahol külső beavatkozás kell, valahol van pedig, ahol a tudatosságunkkal meg tudjuk lépni azt a fejlődési szintet. Nos, az előadásomat három témakörre szűkítem. Az egyik a finanszírozás kérdésköre, a másik lesz a szabadság, tehát a módszertani szabadság, autonómia, és a harmadik pedig az integráció. Nézzük először a közoktatás finanszírozását, ugye a 2023-as, 24-es adatokat látják, a GDP-nek ilyen pirinyó százalékát költöttük rá, ez a 2010-es évek olyan 5,6 körül volt, akkor sem volt agyon finanszírozva a közoktatás, de most még lejjebb van, ehhez a romló gazdasági teljesítményhez mérten is alacsonyabb szinten van. A válságtünetek pedig mit érzékelnek önök, mint szülők, mint állampolgárok vagy polgárok, nagyszülők, milyen az iskola? Az első a tanárhiány. Szinte minden iskolából vagy egy matematika tanár, vagy a tanító, gyógypedagógus, esetleg természettudományos tárgyakat tanító pedagógus hiányzik. Aztán boldog és boldogtalan tanítja, ahogy meg lehet oldani. A másik ilyen válságtünet pedig, hogy aggasztó a pedagógusok korfája. 50 év feletti a magyarországi
pedagógus állomány 50%-a. A pályára lépő gyakornokok és 30 év alattiak mindössze 7%-ot tesznek ki. Most ugyan megemelték a pedagógusok fizetését, de ez egyáltalán nem látszik meg sajnos a pedagógus képzésre jelentkezők számában. Egyelőre még nyoma sincs. Ez, hogy ilyen rossz a korfa, tehát, hogy ennyire el van öregedve ez az állomány, ez úgy jelenik meg az iskolában, hogy sok iskolában nem találkoznak fiatal pedagógussal a gyerekek. Másik ilyen aggasztó tünet az extrém szintű elnőiesedés. Ez szintén az alulfinanszírozottság miatt van. Gondolják el, hogy Magyarországon sajnos sok gyermek nő föl apa nélkül. Nincsen egy minta előttük. És milyen jó lenne, ha legalább a közoktatásban épkézláb férfiakkal találkoznának, akik mondjuk agresszió helyett asszertívan tudnak megoldani helyzeteket, ugyanakkor megnyerőek. És hát a kiművelt emberfő sem női huncutság, tehát hogyha ezt találkoznának ezzel a gyerekek. A másik, hogy könnyebben tanulunk attól az embertől, akit magunkhoz hasonlónak vélünk. Egy fiú könnyebben tanul egy férfi embertől. Tehát ezért is nagyon fontos lenne, hogy legyenek nálunk férfiak. Általános iskolában 4% férfi tanár van. Általában a közoktatásban, ahová középiskolák is tartoznak, 10% körül mozog. De hát vannak boldogabb vidékei az a világnak, Japánban ez 50%. Tehát a férfi és a női minőség egyaránt megjelenik abban a társadalomban. És ha csak nem a gyerekekre gondolok, csak a tantestületre gondolok, a férfiak más szemszögből néznek rá egy problémára. Egy probléma megoldás annál sikeresebb, mennél több szemszögből vizsgáljuk meg. Tehát sokkal sikeresebbek lehetnénk a megoldási módjainkban is. Az oktatási feltételek, még a technikai feltételeknek a hiányáról szeretnék itt beszélni. Gondoljanak csak arra, hogy nagyon sok helyen az oktatás leamortizált épületekben, elavult eszközökkel, a korszerű oktatáshoz szükséges IKT eszközök nélkül zajlik. A mi iskolánk is ide tartozott még néhány éve. De most már azok közé tartozunk, akiket egy komplex energetikai felújítás keretében 1,5 milliárd forintból felújítottak, és ennek keretében nem csak bőségesen jutott különféle új eszköz és szemléltető eszköz, de megújultak a szaktantermeink is, bővültek, tehát az integrációnál fogom mondani, hogy milyen új szárnyal bővült az intézményünk. Nézzük akkor a megoldásokat is. Tehát ugye, mert említettem a méltányos finanszírozást. Ennek majdnem a duplája volt korábban, és még az is kevés volt. Tehát azt mondom, hogy legalább arra a szintre, a mostaninak körülbelül a kétszeresére kellene felemelni ahhoz, hogy valóban minden településen, minden iskolatípusban, minden gyereknek lehessen biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket. Pedagógus diplomások bevonzása. Hát ahhoz, hogy egy pedagógus pályára lépjen valamilyen diplomás ember, az anyagi megbecsültség az egy alap. Tehát egy férfi embernek, akinek a családját is el kell tartani, ott egy méltó finanszírozás az maximum addig hiányozhat, amíg nem születnek meg a gyerekek. Tehát onnantól eldőlt a dolog, lehet, hogy erre volt hivatott, lehet, hogy ezt szereti a legjobban a világon, alkalmas is rá, de sajnos nem fogja tudni ezt folytatni. Stabil megélhetés biztosító pályává kell alakítani a pedagógus pályát. Hozzátettem még a társadalmi megbecsülést. Tehát attól még, hogy javítunk a jövedelmén a pedagógusoknak, ami most meg is történt, hogy emelkedett valamelyest,
ugyan nem minden kategóriában olyan szinten, ahogy ez kommunikálva lett, de valóban emelkedett, de ez még mindig nem elegendő ahhoz. A társadalomban is el kell érni azt, hogy a pedagógus az olyan, ugyanolyan megbecsült értelmiségi ember legyen a társadalomban, mint egy más értelmiségi pálya. Hozzátettem még a szervezeti kultúra fejlesztését. Amikor kijön egy pedagógus a főiskoláról, akkor ő valójában még nincsen kész. Az ő szocializációja az intézményben fog megtörténni. Ezért rendkívül fontosnak tartom azt, hogy milyen a szervezeti kultúrája egy intézménynek. Például a mentorálás. Itt a saját gyakorlatunkat szeretném idehozni, megérkezik egy gyakornok, és onnantól kezdve van mellette egy mentor, aki segíti, aki folyamatosan látogatja az óráját. A gyakornok látogatja a mentorát. Folyamatos konzultáció, folyamatosan építik, fejlesztik, hogy az iskola mit vár el tőle. És mint említettem, nálunk ez a magas érték azt jelenti, hogy rendkívül sok a hozzáadott érték. Ez azt jelenti, hogy rendkívül sokat dolgozunk. Lefordítva egyszerűen. A másik pedig a korszerű vezetési módszere. Én magam ezt az egyik korszerű vezetési módszert, az úgynevezett nice leadership, vagy pedig együttműködő vezetői stílust követem. Ez azonos a Jotengridből, az ősbölcseletből ismert mellérendelő tudatminőséggel. Ez hogy néz ki? Ez úgy néz ki, hogy nem egy nagy asztal mögött ülök, bár van az is, hanem folyamatosan konzultálok, bárki bejöhet. Tehát ha éppen nincsen megbeszélés, tárgyalás, bejöhet. Folyamatosan kint vagyok a kollégák között. Tehát nem elzártan vagyok, hanem folyamatosan kint vagyok, nézem az ügyeletes, nézem a szünetet, hospitálok. Tudják, hogy mire számítsanak, és ha bármi bajuk van, be tudnak hozzám jönni. Ugye ezt egy extrém helyzetet is megmondja, tehát, hogy még akkor is, amikor ez az oltási időszak volt, tehát ott is tudtunk egymással őszintén beszélni. És hát végül, amiről beszéltem, hogy a méltó környezet a méltó szakmai munkához. Ezt már nem is ragadom tovább. Második témaköröm a szakmai autonómia. Egy idézetet választottam, ami legjobban kifejezi számomra, hogy mi a szép abban, hogy valaki pedagógus. Ez az alkotás, ez egy boldog mondás. Látják, és itt van két olyan szó, amit lehet, hogy elsőre nem mindenki ér. Mi az, hogy szépet írnak, ríkatnak? Az írás, az megmaradt például a hímes tojás írása. Tehát az egy képzőművészeti tevékenység volt. A másik pedig a ríkatás, az nem az, hogy sírásra késztetünk valakit, hanem az a hangszer, ugye ria hegedű. Tehát, hogy a hangszer, tehát a művészetekben, illetve a tudás, a bölcsesség átadásában van az öröm. Ezért volt, hogy a pedagógusok akkor is ott maradtak, amikor már tudták, hogy sem anyagilag, sem erkölcsileg nem fogják őket megbecsülni, még mindig ott maradt. Emiatt az öröm miatt. Hát ezzel vissza is lehet élni. Nézzük akkor először a módszertani autonómiát. Tehát ugye egy központosítás után vagyunk, és a központosítás beszűkítette az iskola és a pedagógusok autonómiáját. Jelenleg a Nemzeti Alaptanterv egy nagyon zsúfolt, hatalmas tudás anyagot felölelő mű. Ez gyakorlatilag egy diktatúrát jelent, hogy ezt át tudjuk adni. És ugyanakkor az én kollégáim is többféle módszertani tudással rendelkeznek. Na de ahhoz idő kellene, hogy ő kis csoportban, egyénileg, projektmódszerrel tudjon foglalkozni a gyerekekkel, tudja alkalmazni például a komplex instrukciós programot, vagy tudja alkalmazni tehát egy másik módszert is, ami sokkal
közelebb áll a gyerekekhez. Ezekről még a módszereknél majd fogunk beszélni. A másik ilyen problémánk, hogy ebben a helyzetben túlterheltek a gyerekek, túlterheltek a pedagógusok. Túlterhelt pedagógusok foglalkoznak túlterhelt gyerekekkel. És mit használ egy túlterhelt pedagógus? Egymás után jönnek az órái, az elő, egy frontális módszer. Tehát nincs arra már energia, hogy egy ilyen terhelés mellett még valóban, mint amikor én elkezdtem tanítani, nekem még 18-20 órán volt egy héten. Abban még föl lehetett készülni, de már a 7.-8. órára nem fizikai képtelenség. A másik pedig, hogy itt kellene egy megoldás is. Ez pedig, hogyha egyrészt újra gondolnánk a NAT-ot, mennyi az a tananyag, és milyen az a tananyag, amit feltétlenül át kellene adni, nem a maximumot, hanem a minimumot határoznánk meg. És ehhez adnánk egy módszertani szabadságot a pedagógusnak, de mégiscsak egy kimeneti mérést javasolnék. Egy bemenetét és egy kimenetét. Mit tud az a pedagógus az ő tehetségével, módszertani tudásával elérni? Igen, itt még van egy pár gondolat, hogy most végül végrehajtók a pedagógusok. Tehát ebből a szerepkörből egy alkotó emberi tevékenység. És egy nagyon nagy fájdalmunk a tankönyv. Most éppen a tavaszi hospitálásaim közepén vagyok, tehát óráról órára megyek, és fölteszem ezt a kérdést, hogy hát nem látom, hogy kinyitod a tankönyvet. És mondják, hogy persze, hát azok nagyon jó tankönyvek, csak nem kell kinyitni, akkor úgy nagyon jó. Tehát sajnos, ahogy kipróbálták, elmondják, hogy ezek a tananyagok, ezek a tankönyvek nem épülnek egymásra. Előbb kérdez olyan folyamatot, aminek az alapját nem tanította meg. Mondjuk kémiából elkezd tanítani valamit, de még az atomokat nem tanította meg hozzá, de már vegyületekről akar beszélni, nem tudjuk az elektronpályákat, milyen kötésekre képes, de próbáljuk őket valahogy tanítani. Tehát a kollégáim kénytelenek voltak visszanyúlni a józan paraszti eszükhöz, hogy ezt rendbe tudják tenni. Úgyhogy önállóan készítik a jegyzeteiket, a feladatlapokat, és ők így tanítanak. Írnak egy új könyvet. Hát akkor néhány megoldási javaslat, itt az iskolánkból van néhány kép. Ezek ugye nincsenek szerzői jogvédelem alatt, itt beleegyeztek a szülők. Az egyik a természetközélő oktatásnak egy példája, van egy iskolakertünk, ökoiskola vagyunk, és ott éppen az egyik osztály, amelyik azon a héten felelős volt, eteti a madarakat, gondozza őket. Alul pedig egy érdekes eszközt látnak, ez egy kis eszköz valójában, de ez a táblai verzió, ez egy japán eszköz és módszer, ez a szorobán. A szorobánt mi használjuk. Ez olyan agyi területeket alakít át, amelyik a gyors számoláshoz, fejszámoláshoz és a nyelvtanuláshoz szükséges. Tehát akik ezzel a módszerrel tanulnak, ott én a matematika órán felsőben azt hallom, hogy ne fejbe számolj, ne fejbe számolj, írd le, mert hogy háromjegyű számokat szoroznak össze. És már nem akar ezzel foglalkozni, hogy levezesse például. És ugye országos eredményeket érünk el, első helyezéseket, ezt még hozzáteszem. No, akkor kezdjük fentről, tehát szakmai vezetés igénye. Hát most ugye nekünk van egy belügyminiszterünk, előtte volt egy emberi erőforrás miniszterünk, és aztán 2010-ig volt oktatási miniszter. Tehát nem pont a miniszter a lényeg, de az, hogy egy szakmai vezetés legyen fölöttünk, aki érti, tudja a pedagógiát. Ez nem olyan, mint a rendőrség, nem olyan, mint az egészségügy. Tehát ez egy teljesen más tudományterület, és ide ezt értő szakemberekre van szükség. A másik, a módszertani felkészülés, pirosra jelzem azt, ami nálunk megvalósult. Tehát ez a differenciált fejlesztés heterogén csoportban, ezt megtanultuk, ehhez olyan csoportokat alakítunk ki, ahol különféle szerepek vannak,
a képességük alapján a gyerekeknek. Olyan otthon érzem magam, hogy gyorsan meg kell oldani valamit, helyettesítés van, technikai problémák, úgyhogy ez abszolút része az életünknek, a gyors alkalmazkodás. Később is el lehet vinni. Segítsek, hozzam át a másikat? Nem kell. Nem kell. Nem kell, de hát... Teljesen rendben van így. Később is el lehet vinni. Látnak engem. Sőt, most már látjuk. Nem megy már fel. Nem baj. Jó, rendben, akkor folytatnám, tehát ezen kívül a legmodernebb most a differenciált oktatás, a konstrukciós modell, de ezt még nem alkalmazzuk, aztán a természetközeli oktatás, ez is részben van csak meg nálunk még, tehát ezt szeretnénk tovább fejleszteni, most például kültéri tantermet szeretnék létrehozni, ez két sor fa lesz, élő fa, facsemete, és közöttük lesznek a padok, tehát lombok között szeretném kültéri tanteremben tanítani a gyerekeket például. De mégis nagyon sok eleme van ennek. Aztán mondjuk az élménypedagógia úgy szintén, most nem tettem be, de a drámapedagógia nagyon fontos. Annyira fontos, hogy tudjanak a gyerekek szerepelni. Éppen mielőtt jöttem volna, csütörtökön volt ugye a nemzeti ünnep az iskolában, és azt láttuk, hogy a gyerekek elkezdtek próbálni, és ott rettegtek, hogy most tényleg ki kell állni az egész iskola elé, és akkor a nyolcadikosok majd kinevetnek bennünket. Tehát a Covid alatt elszoktak attól, hogy ők kiállnak. És látni azt, hogy a próbák alatt megnyílnak. És olyan katartikus élmény volt a látni azt, hogy a végén volt egy záró ének, a Magyar vagyok című ének, és az iskola fölállt, senki nem utasította őket erre, a nagy kajla kamaszok, és így énekelték együtt ezt a dalt. Tehát, hogy szükség van a drámapedagógiára is. A projektoktatásra, amikor a vízről beszélünk egy héten keresztül, és ott emotó vízmodell, vízzel kapcsolatos kísérletei épp úgy része az oktatásunknak, mint a szerkezete, mint egy gyors flashmob, világos kékbe öltözve az udvaron vízcseppként az egész iskolának. Tehát ez megmarad a gyerekekben, erre is szükség van. És akkor ugye természetesen NAT-ról már beszéltem, és a tankönyvek, itt vannak a csodálatos magyar tankönyvek és tananyagok. Kérünk szépen engedélyt arra, hogy használhassuk. Tehát most nem választhatunk a tankönyv jegyzékből ilyet. Egy tankönyv két változatából lehet választani, amik nagy gyorsasággal készültek el. Tehát nem kívánom én bántani, akik ezt készítették, de hát ez tényleg villámgyors munka volt. És az utolsó témaköröm az integráció, ugye amikor a többségi gyerekek közébe hozzuk azokat, akik valamilyen hátránnyal küzdenek. Ugye én egyetértek lényegében az integrációval bizonyos feltételek mellett. Ugye az integrációnál az oltalmaz, vagyis oltalmaz az oltalmad alá futót, tehát ne dobd ki, azért, mert neki problémája van. A másik ilyen mondás pedig szintén a Jotengéből, a ne árts, ne bánts, és tápolj, segíts. Nézzük a válságtüneteket. Exponenciálisan, tehát nem lineárisan, exponenciálisan emelkedik azoknak a gyerekeknek a száma, akik valamilyen problémával érkeznek a közoktatásba. Akik korábban például gyógypedagógiai intézményben voltak, autista tanulók, extrém hiperaktív tanulók, azok ott vannak bent az iskolában. Értelmi fogyatékos tanulók, enyhe értelmi fogyatékos tanuló,
vagy beszédfogyatékos tanuló, ők ott vannak, ők a sajátos nevelési igényű gyerekek, az ő fejlesztésükhöz gyógypedagógus szakember szükséges, mégpedig a saját speciális problémájának megfelelő területen képzett gyógypedagógus, például autistához, autizmus specifikus zavarhoz kiképzett gyógypedagógusra lenne szükség. Jönnek a beilleszkedési tanulás. Na most ilyen esen is tanuló, minden osztályunkban átlag egy vagy kettő van. 600 gyerek, évfolyamonként 3 osztály. Az osztályok 23-tól 28 fősek. És országos szint fölött vagyunk. Kompetenciában. A másik a beilleszkedési tanulási magatartás zavaros gyerekek, ugyek a diszesek. Írás probléma, olvasási probléma, tehát agyi területen van olyan probléma, ami miatt ő ezt nem tudja megtenni. És ugye vannak a szociális, ja igen, és a viselkedési problémák. Ezt most én nehezen tudom eldönteni, hogy mindig valamilyen szervi probléma okozza, sokszor úgy tapasztalom, hogy alapvetően gyermekkori események hatására történik, hogy ő egyszerűen nem tud viselkedni. Agresszív például. Nos, az utolsó pedig a... Na igen, és akkor a beilleszkedési tanulási magatartás zavaros gyerekekhez kell a fejlesztő pedagógus. Mi ezt úgy oldottuk meg, hogy például a tanítónéniket kiképeztettük fejlesztő pedagógusnak. Egész napos iskola van, elosztjuk a tananyagot, két tanítónéni van egy osztálynál, és az egyikőjük fejlesztő pedagógus. Most ahogyan mennek nyugdíjba a kollégák, sajnos ez az arány, ez így csökkent, tehát ez folyamatos feladat lenne, hogy újra és újra kiképezzük a beérkező tanulónak pedagógusokat. Jó, és a hátrányos helyzetű tanulók, ez szociális problémát jelent. Na most náluk azt tapasztaltuk, hogy borzasztóan sok szülői kommunikáció kell. Tehát csak a szülővel együtt lehet ezen változtatni. Szinte családonként egy olyan két heti ritmusban bent vannak nálunk a szülők, leülünk, és tanítjuk őket nevelni. Mire tanítjuk? Az egyik az, hogy példa vagy. Tehát, hogy példamutatás. Hogyan élek? Miért várok el mást a gyerektől? A másik pedig, hogy következetesen. Tudom, hogy nehéz, fáradtan a mobiltelefon helyett mondjuk mesélni neki. Na de hát az a gyerek, akinek nem mesélnek, olyan agyi területei sorvadnak el, ami a képi látáshoz, képi gondolkodáshoz, a képességhez szükséges. Tehát az a gyerek, akinek nem mesélnek kiskorában, sajnos olyan defektussal érkezik, hogy az iskolában, amikor mesét hall, akkor uncsi, mert nem villódzanak a képek, nincsenek olyan hanghatások. Tehát, hogy ez sajnos minél korábban már első, második osztályban kell, hogy a szülőknek tanítsuk, hogy mit tegyenek, még olcsuk a tüzet. Következő pedig, ugye az integráció, szegregáció, vannak olyan intézmények, akik hát bújtatottan ugyan, de szegregálhatnak, választhatnak. Azt mondják, hogy ide hozzánk lelkészi ajánlás kell ahhoz, hogy bekerüljél. Tehát nem mondják azt, hogy azért, mert te hátrányos helyzetű vagy, de ez azt jelenti, hogy bizony még inkább több ilyen tanuló érkezik az állami iskolába. Nekünk pedig ezt meg kell oldani. Jó, rendben. Na, és akkor hogy oldottuk meg? Sportolóként mondanám, hogy innen szép a nyerés. Nos, tehát először is folyamatosan kérjük a szakszolgálatok szakértői bizottságait a szűrésre. A másik. Egyéni és kis csoportos foglalkozásokat hoztunk be, és amikor én érzékeltem, hogy te jó ég, itt vannak ezek a problémák, és mi erre nem vagyunk kiképezve, mi nem tudjuk, hogy kell megoldani egy autista gyereknek a nevelését, akkor könyörgöm, mi legyen velünk. Akkor azt találtuk ki, hogy egy válságstábot hívattam össze a tankerületünknél.
azt mondtam, hogy ebből nagyon-nagyon nagy baj lesz. Tehát ott, ahol nem ismerjük az autista szokásait, és ő bizonyos hangokra például úgy reagál, hogy hirtelen támadni fog, ő dobni fog mindent, ő az ollót is dobja, és repül, és nem hiányzik senkinek egy tragédia. És a tankerület nagyon példásan azt mondta, hogy rendben, ez tényleg egy veszélyes helyzet, nézzük, mit lehet tenni. Egy válságstábot hívattam össze a tankerületnél, és ott volt a szakszolgálattól, akik adják a fejlesztő pedagógusok, a szakemberek egy részét a segítséghez, a szakértői bizottságtól, akik eldöntik, hogy kinek milyen problémája van, a mi iskolánkból a vezetőség, és ott voltak a tankerületnek és a szakmai munkatársa is együtt, nagy birkózással, de meg tudtuk értetni azt, hogy mi a helyzet, és segítséget kaptunk, egyedi segítséget. Megengedték azt, hogy gyógypedagógusokat vegyek föl, pszichopedagógusokat, pszichológus, gyógypedagógia asszisztenst, megemelték az asszisztenseinket a számát. És iskola felújításkor külön tantermeket kaptak ezek a gyerekek, logopédiai szobát, és jól felszerelt fejlesztő szobák vannak. Három ilyen szobánk van. Úgyhogy azt mondom, hogy egy csodálatos megoldás volt, de egyedi megoldás. Tehát ezt minden intézményvezetőnek magának kell kitaposni, mert ez nem jár alanyi jogon. Aztán ugye egy másik ilyen, hogy talán hallották azt, hogy akik hátrányos helyzetű tanulókat fejlesztenek, és valóban ezt kimutathat, hogy fejlesztik, dokumentáltan is, ott lehetett adni egy pótlékot. Volt, hogy területi alapon, amelyik település hátrányos helyzetű, ott minden közoktatási intézmény, minden dolgozója megkapta ezt a 20%-os pótlékot. Mi nem vagyunk ilyen, a mi iskolán nem egy hátrányos helyzetű településen van, csak az összes környező hátrányos helyzetű település be van hozzánk integrálva, de így nem járt. Van viszont egy kis kapu, hogy feladat ellátási alapon is lehet kérni a pedagógusoknak. És ezt sikerült elérni, és most tanítom a többi intézményvezető kollégának, hogy ezt hogyan tudják megvalósítani, hogy lehet ezt lehozni. Mert úgy már a szakemberek könnyebben mennek abba az intézménybe. A szülőkkel való dolgot már említettem, és a legeslegfontosabb, van egy nagyon jó gyakorlatunk. Mint mondtam, nagyon nagy létszámúak az osztályaink, és sok benne az ilyen problémás gyerek. Mi ketté bontjuk tudásszint alapján a gyerekeket, de úgy, hogy ezek a csoportok bármikor átjárhatóak. Ha ő fejlődik, akkor a másik csoportba kerül. Egyik csoport az, ahol sokkal többet kell a felzárkózásra, a gyakorlásra fordítani. De abban a csoportban ezek a gyerekek ki tudnak nyílni. Meglátjuk bennük a tehetséget. Tehát 13-15 főnél ez megoldható. De már egy 28 fős osztálynál ez túl sok. És ugyanúgy a nagyon tehetséges gyerekek, azok pedig matematikából, magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvekből, digitális kultúrából, természettudományos tárgyakból csoportbontásban tanulnak, és versenyre, és többletfeladatokkal, és hát egyszerűen ők azok, akik az iskolát elsősorban ezeken a nagy rendezvényeken képviselik. És mondom, ez nem egy kasztrendszer. Itt van átjárási lehetőség. Ha a gyerek fejlődik, és megkapja hozzá a lehetőséget, a szakember, a technikai feltételeket, akkor átmehet a másik csoportba. Egy pozitív szegregációt is írtam, mert mondtam, hogy csak bizonyos feltételek mellett, egyrészt ugye, amit itt említettem, azok, a másik pedig létezik pozitív szegregáció, amikor egy gyereknek arra van szüksége, hogy őt kiemeljék a többségi intézményből, és ő vele konkrétan például gyógypedagógiai intézménybe foglalkozzanak. Vagy van, akinek egyéni tanrendre van szüksége, és ott kap 10 órát tőlük, és a szaktanárok egyénileg csak vele foglalkoznak. Ezt az oktatási hivatal engedélyezheti. És itt is hozzáteszem, hogy sikeres felzárkóztatás esetén bekerülhet ugyanúgy a többségi intézménybe. Jó, és akkor már csak összegezném ezt, amit elmondtam.
tehát... Tehát ugye a két legfontosabb mondat, hogy valóban csak közös akarattal, közös tudással lehet ezt megoldani. Ugye én most csak egy igazgatóként beszélek itt, de hát ugye egy oktatáskutató szakember sokkal szélesebb palettáját látja az oktatásnak, más szemszögből lát rá. Úgyhogy kellene az, hogy majd ők is elmondják erről a véleményüket, akár egy struktúra átrendezés, hogy valóban ez a 8 plusz 4, 8 plusz 5-nek kellene maradni, vagy más rendszerbe kéne tanítani. Sok-sok ötletünk lenne, de ez inkább magasabb szinten van. A másik pedig, hogy ehhez kell a nemzetnek az elkötelezett hozzáállása. És az ősi magyar bölcseletünk azt mondja ki, ez nem egy idézet, hanem a szellemisége ennek, hogy mindig a mi népünk az úgy maradt meg, hogy egy közös eszme mentén tudott együttműködni. Tehát nem egy érdekszövetség alapján, akik a világi javakat teszik előre, első helyre, hanem a szellemi kincsek mentén. Na most természetesen pár percben nem lehet felvázolni az oktatásnak a válságterületeit és megoldásait teljes egészébe, de ezt inkább csak egy ilyen vitaindítónak szántam, és ővel zárni szeretném ez az idézet, hogy úgy kezdődik, hogy örülj annak, ha a szomszédod más véleményen van, mert hát, ha mégsem úgy van jól, ahogy te gondolod. Megoldásokra változatos, ezeknek változataira van szükség. Egy megoldás omladozó ösvény szakadék szélén. Köszönöm szépen a figyelmet. Folyamán készültem fel, és viszont én is egy kis technikai segítséget, mert nem tudom megörgetni a... És akkor... És addig, míg ezt a segítséget megkapom, úgy gondolom, hogy pár szót hadd mondjak el magamról, a pedagógusi tapasztalatomat honnan szereztem, milyen területekről. Tehát kronológiai sorrendben haladok, és nem a oktatás hierarchiája szerint. Egyetemi tapasztalat. Egyetemi tapasztalat, esti iskolai tapasztalat, gimnáziumi tapasztalat, külföldi tapasztalat, Latin-Amerikában, Peruban. Jártam iskolákban, Uruguayban tanítottam is, de nem helyi iskolában, de oktatói tevékenységet végeztem, és három gyermekem révén állami fenntartású, én abban dolgoztam, illetve egyházi iskolákba is betekintést nyerhettem. És amit említettem, ismereteim, olvasmányaim alapján oktatáskutatóknak a kutatási eredményeit próbálom tömören ismertetni. És én rögtön azzal a kérdéssel kezdeném, megváltoztatva az eredeti elképzelésemet, hogy igazán hát mi a célja az oktatásnak. És oktatáskutatók nagyon is szorgalmazzák azt, hogy ezt érdemes átgondolni. Ugyanis még mindig az a hagyományos elképzelés él nagyon sok oktatási szereplő fejében is, de igazán a társadalomban is, hogy az oktatás hasonló, hogy eljön egy töltsér, a folyamat, és akkor beletöltjük a tudást a gyerekek fejébe, és azon megszületik. És ez mindenképpen újrafogalmazásra szorul, hiszen a tudást mindenki maga építi fel. Tehát a tanár szerepe is egészen más, ő nem az, aki a töltsérbe töltöget, és nem lehet a tudást átadni sem, hanem egyszerűen facilitálni kell a tanulási folyamatot,
És minden egyén, aki maga építi fel a saját magatudását, a tanár szerepe az, hogy a tanuláshoz vezető útját és annak a kiépítését segíti. Ez természetesen azt hiszem, hogy az egész oktatást is teljesen más szemszögből nézi, és hát magára a struktúrára is ez a szemléletmód kihatással kell, hogy legyen, és kell, hogy legyen, mert a 21. századi kihívásoknak, igazán a korszerű oktatásnak valahogy ezt az új szemléletmódot kellene magáévá tennie, és kellett volna már egyébként a 20. században is magáévá tennie. Egy kicsikét próbálnám, mind a ketten Mariannok vagyunk, a Marianna által vázoltakhoz, elmondottakhoz egy-két kiegészítést tenni. Említette a finanszírozás kérdését és gondját Marian, és oktatáskutatók szintén ezt a hármas pillért építik fel, mint minden szakma esetében egyébként, hogy az oktatás, tehát az intézmények finanszírozása az is egy kérdés, de az oktatásban dolgozók része is, ezt is érintette Marian, a bérezés az is kérdés és gond. Ugye most egy látszatrendezés történt, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a kormány éveken keresztül azon, hogy halogatta a bérezés rendezését, óriási összegeket takarított meg, és gyakorlatilag vont el az oktatás szereplőitől. Aztán tegyünk hozzá egy olyan elemet, amely ritkán hangzik el. Az oktatásban dolgozók, és itt nem csak tanárokról van szó egyébként, hiszen az oktatásban is, hogyha az óvodára gondolok, akkor ott van a dajka is. Tehát sokan szereplői ennek a rendszernek, és gyakorlatilag mindannyian egzisztenciális fenyegetettségben élnek. Ez különösen 2010 óta érvényes, amióta az oktatási rendszerben egy hatalmas központosítás történt, és azzal, hogy a tankerületi rendszer kiépült, azok, akik a tankerületi rendszerből távoznak, saját maguk akarata, vagy valamilyen olyan dolog révén, ami ugye közös megegyezésen alapuló távozás a rendszerből, de azért mindenki tudja, hogy hát nem feltétlenül az, lehetetlenné teszi azt, hogy a távozók munkát találjanak maguknak. Hiszen a tankerület nagyon gyakran, leginkább abban a megyében nem alkalmazza őket, tehát a központosítás révén, és nagyon sokszor megoldhatatlan az, hogy valaki egy másik megyébe járjon át dolgozni. És ezt az egzisztenciális fenyegetettséget érzik a bennlévők is. És éppen ezért nagyon nehéz várni azt a jelenlegi rendszerben, hogy valamilyen innováció, tehát a struktúra megváltoztatása érdekében történjen. Ez a fenyegetettség félelmet szül, és máshonnan is tudjuk, hogy a félelem, a fortélyos félelem különösképpen nem jó irányba vezet. Aztán a munkaterheltség. Ez megint szoros kapcsolatban van a finanszírozással természetesen. Ez most a bérrendezéssel egyébként növekedett, ugye 24 heti tanórára emelkedett. És tegyük azt hozzá, hogy maguk a iskolavezetők is, intézményvezetők látván ezt a túlterheltséget, amiben egyébként a diákok is, és ez is elhangzott, leterheltek, próbálnak azzal olyan megoldásokat keresni, hogy ugye csoportbontás, legyen szakkör, tehát sok megoldást próbálnak bevezetni, ugyanakkor ez az én véleményem, tehát ezt nem az oktatáskutatók mondják, ez igazán egy ilyen csúsztatott, és mondhatjuk úgy, hogy ilyen ügyes megoldások rendszerét hozza létre, ami nem feltétlenül ugye jó szót szeretnék találni rá, nem egészen tisztességes megoldása a dolgoknak, ami ugye egy kicsit bevonhatja a benne lévő szereplőket is a nem tisztességes megoldásokba, és akkor már valahol ők is részesei ennek a rendszernek. És akkor abból nehéz ugye megint távozni. Aztán a munka leterheltség, ami szintén elhangzott, de kiegészítő elem. Gondoljunk abba bele, hogy például egy iskola pszichológus, aki, és a saját tapasztalat, amit mondok,
4 mamut iskolá van iskolapszichológus, egy-egy ilyen mamut iskola 800 diákot jelent. Tehát összesen 3200 diák iskolapszichológusa. Hogyan lehet ezt megoldani? Ebben tisztességesen helytállni. És ezen kívül egyébként az iskolapszichológusnak készségesen kell segítenie a egy-egy iskolában mondjuk 100 fős tantestület dolgozóinak a problémáihoz is, tehát készségesen kell hozzáállnia. Aztán a szakmaiság kérdése. Ja, tegyük hozzá egyébként, hogy külföldön, saját tapasztalat, külföldön Dánia, Nyugat-Európa több országa, iskolai asszisztensek segítik a pedagógusok munkáját oly módon, hogy nekik fénymásolnak. Tehát olyan dolgokat, amiket el tudnak intézni, azt ők rendezik el. A szakmaiság kérdése, és ebben egyébként alapvetően a tanároknak nem segít senki. Ismerjük a kimenetet, az outputot. Ott is van megmérettetésem, ugye a PED1-PED2 a kutató tanárság, és a szakmai, vagyis az útmutatók ebben egy nagyon részletes adminisztratív leírást adtak, hogy mit kell csinálni, meg mit mikor kell benyújtani, hogy ennek a megmérettetésnek eleget tudjon tenni egy tanár. De az, hogy ő erre hogy készül föl, és egyáltalán a szakmai fölkészültsége, hogy ő korszerű ismeretekkel rendelkezzen, ez az ő belügye. A szakmaisághoz nagyon szorosan hozzátartozik, és ez az oktatáskutatók külön hangsúlyt tettek erre, hogy a tanárok önképe, a magukról alkotott kép, az nagyon gyenge lábon áll, mert meggyengítették. Van egy régi kifejezésünk egyébként, ezt én hozom. Régi kifejezés, hogy a tanár a nemzet napszámosa. Ebben egyébként benne van a leterheltsége is, és az alacsony fizetése is. Tehát ez egy régi, nagyon régi kép. És nem egyszer kollégák mondták nekem, mikor fiatalabb tanárként mondtam, hogy hát így azért órák száma, fizetés. A tanár mindig a nemzet napszámosa volt. Tehát ennek az elfogadása. Ennek nem így kellene lennie. Aztán egyfajta mártírképünk is van. Hát ugye mi mindent megteszünk a gyerekekért, stb. Ennek megint ugye azt hiszem, hogy szorosan hozzá kapcsolódik ahhoz, hogy a társadalomnak a társadalmi megbecsültségünk is csökkent. Pedig ahhoz, hogy a pedagógus jól működjön, azhoz feltétlenül szüksége van, egzisztenciálisan is, hogy a szakmaiságát folyamatosan tudja erősíteni, egy korszerű tudással rendelkezzen, folyamatosan reflektáljon a saját munkájára, ne csak külső értékeléseket kapjon, hanem ő maga tegye ezt meg. És a tanári autonómia, a szakmai mozgástér, amiről itt Marianna igen részletesen beszél. Hoppá, ez nem törlés, hanem befele. A korszerű szakmai muníció és a szakmai mozgástér, vagy tanári autonómia, az tényleg jelenleg hiányzik, és nem egyszer, ez az én hozzátételem, hogy nem egyszer retorzióval is jár. Nem látják szívesen az eltéréseket. Aztán az infrastruktúra szint úgy megjelent Marian prezentációjában, viszont ennek az említésével hamarosan egy olyan problémához jutok el, amely vissza-visszatérő és nagyon erősen hangsúlyozott eleme az oktatáskutatók értékeléseinek. Ugye 2010-ben azt hiszem, az oktatási intézmények fenntartására vonatkozó szabály átírásával elindult 2011-től elég nagy számban az egyházi fenntartású iskoláknak a jelenléte és az egyházi iskola rendszer kialakulása gyakorlatilag. Ami a infrastruktúra ellátottságban azt jelenti, hogy ezek az egyházi fenntartású iskolák általánosságban, bizonyára van kivétel, de általánosságban el lehet mondani, hogy sokkal jobb infrastruktúrával rendelkeznek, mint az állami fenntartásúak. Ez olyanokban megmutatkozik, hogy amikor egy továbbképzése elmegy egy állami fenntartású iskolában dolgozó tanár, úgy megy haza, hogy nem tudja, hát ez olyan hihetetlen, hogy micsoda szaktantermek, ellátottság, laptopok rendszere és egyéni diákoknak kiosztott laptopok vannak, és
egy állami fenntartásúban 30 vegyadér a tanárok között az év elején, az órarend kialakításakor, hogy olyan tanterembe jusson, ahol van egy laptop és van egy kivetítő, mert nincs. Azt mondják oktatás szakértők, hogy gyakorlatilag a 150 évvel ezelőtt volt talán az iskolarendszer korszerű, és azóta a jelenleg iskolarendszerünk tehát beleragadt ebbe az állapotba. Ezt tőlük idézem. És ez vonatkozik az ellátottságra is. Na most az egyházi iskolákkal semmi gond. A probléma inkább az, hogy az általuk a beléjük fektetett finanszírozás nem hozta meg az eredményt. Semmilyen adat nem igazolja azt, hogy ez a jobb ellátottság meghozta volna az eredményt. Semmilyen kimutatás és felmérés. Oktatáskutatók megoldásként nagyon javasolják és elkerülhetetlennek tartják azt, hogy az oktatás társadalmasuljon, vagyis a társadalom különböző fórumain megbeszélés tárgya lehessen. Hogy ez végbe menjen, ez nyilván a társadalom részéről egy nagyon felelős állampolgári magatartást is igényel. Nem csak az érintettség kérdése, éppen azért, amit Marianna is elmondott, hogy mi függ az oktatáson. Nagyon fontos, hogy erről beszéljünk. Természetesen ugye az oktatásnak alapvetően három szereplője van, a tanárdiák és a szülők, de rajtuk kívül is kell, hogy egyre többen részt vegyenek ezeknek a ügyeknek a megtárgyalásában, és még az előkészítő folyamatokban. Tehát nem akkor, amikor bevezetésre kerül valami. Azt tudjuk persze, hogy a társadalom különösen az oktatásra vonatkozó egy-egy rendelet kiadása után, vagy annak kapcsán, hát beszél az oktatásról, de nem szakmaian. És a szakemberek bevonása megint fontos. A pedagógia és a tanítás, a tanulás, vagy a hogyan tanulás, a módszertan, az ugyanolyan szakma, mint bármi, ugyanolyan szakma, mint az orvoslás. És hol van ezeknek a megbecsülésétől? De mindenki jobban tudja, nagyon sokszor, bocsánat, a mindenki szót már én is úgy merem használni, ugye, és úgy próbálom használni, hogy elhangzott a Juhász Zoltán szavából, tehát módosítom, sokan úgy állnak hozzá, bejönnek az iskolába, és megmondják a tanárnak, hogy hogy kell tanítani. És azzal a felsőbbrendűséggel, hogy ő megmondja. Hát nem a partnerség igényével, hogy beszéljük meg esetleg, mert a tanár sem tévedhetetlen. Aztán igénytelen, idézek megint, ha nem is szó szerint tartalmilag, igen, igénytelen, inkompetens döntéshozók és intézkedések születnek a kormányzat részéről, különösképpen 2010 óta. Kiszáradt a szám. A kivitelezők bevonása nélkül történik meg a rendeletek meghozása, pedig az iskoláknak sajátos klímájuk van, és azok, akik valaha megmerítkeztek ebben a sajátos klímában, azok annyira eltávolodtak már ettől, hogy ezt nem tudják megtenni. És nagyon sokan olyanok a döntéshozók közül, akik pedig sohasem érezték meg ezt a sajátos klímát. A nemzetközi felmérések igen rossz eredményeket hoznak ki Magyarországról. A PISA eredmények talán úgy ismertek a név bizonyára. Ezeknek egy darabig, tehát konzekvensen lefele mentek az értékek, aztán pedig pontosan a Covid helyzetben egy kicsit jobbá váltak. Ugyanakkor hozzáteszik az értelmezők, a szakemberek, hogy minthogy mindenütt visszaesés mutatkozott a Covid alatt, ehhez képest jobbak a magyar eredmények, ezt viszont nem teszik hozzá. És az is igaz, hogy a Covid helyzet alatti ugye, távoktatás, mert gyakorlatilag az történt, annak az értékelése akár az egészségügyben, tehát a mai napig nem történt reflektálás. Köszönöm szépen. Üveg, nincs pohár. Hoztam mindjárt. Tehát nem történt meg, és
A magyar eredmények talán pont azért jobbak, mert hogy sokkal elavultabb módszerekkel dolgozunk, és ebben a távoktatásban ez a frontális dolog jobban ment, mint a nyugati, vagy tehát olyan oktatási rendszerekben, amelyek inkább kis csoportos, egyéni és egyéb foglalkozásokra épülnek. Tehát megint ugye kiragadunk egy adatot, meglobogtatjuk, de nem helyezzük el azt a saját kontextusában. Egy másik mérése is hadd hivatkozzak, az OECD, az Organization for Identity and Cultural Development felmérése szerint a legrosszabb helyzetben vagyunk a mérésben résztvevő országok között. És milyen szempontból? Ez egészen más, nem a PISA mérték, vagy fölmérésben a szövegértés. Nagyon szépen köszönöm. A szövegértés és egyéb szempontok alapján, hanem kimutatja azt, és rendkívül evidenssé teszi azt, hogy a magyar iskola rendszer normatív és szelektív, és nagyon szelektív. És ezt én teszem hozzá, hogy pont akkor, amikor az utóbbi évek hatásának eredményeképpen is sajnos, az anyagi olló, a társadalmi olló Magyarországon nagyon kinyílt, és egyre többen kerülnek a szociálisan hátrányos, vagy szociális szempontból alacsonyabb mutatókkal rendelkező családok és diákok közé. Ez azt jelenti, hogy ezeknek a diákoknak sokkal kevesebb esélyük van arra, hogy elfogadható oktatásban részesüljenek. Eleve olyan rendszerbe kerülnek, igen, kaptam, köszönöm. Eleve olyan rendszerbe, tehát olyan útra léphetnek, ami a társadalmi meghatározottságukhoz mért. Erre egy konkrét példát szeretnék mondani, hogyha nem érthető. Tehát a jó oktatást biztosító, mondjuk én középiskolában dolgoztam, de ezt a példát is hozzák a kollégák, középiskolán. Eleve egy olyan tudásbázisra építenek, ami a középosztályé. A fogalomrendszer, a viselkedés, és mindazok a diákok, akik egyébként tudással rendelkeznek, és mi a tudás? Tudásnak nevezik az oktatás szakértők azt a tudást, hogy egyszerűen az a diák túlélt. Az az élő szervezet, az az ember túlélt, és egyfajta tudással rendelkezik, mert túlélt. Neki is joga van az oktatáshoz, a tudáshoz. És az az iskola rendszerünk, amely normatív, a középosztály normáira alapozódik, nem képes, és el is utasítja az alacsonyabb, vagy nem középosztályból származó ismereteket, magatartást, és be se jutnak oda, meg se próbálkoznak ezek a diákok ahhoz, hogy jó gimnáziumba kerüljenek például. Pedig azért egyébként vannak kivételek is, és az itt elhangzott a napokban is, hogy mi mindent kéne tanítani, hogy a magyar szürke állomány növekedjen. Ahhoz azért lehet, hogy a nemzet ilyen módon hatalmas, tehát tehetségeket veszít. Itt Elcse Krisztina oktatáskutató kifejezetten azt mondja, hogy a középosztály, aki egyébként ezt a rendszert fenntartja, működteti, mert a saját privilégiumot biztosítja a számára, egyszerűen bűnös ebben a tekintetben. Nem azért, ami megérthető, hogy a saját gyerekének biztosítani akarja a legjobb oktatást, hanem azért, mert ezen nem tud túllépni, hogy nem kér többet. És éppen ezért azt meri mondani, hogy ebből a tekintetből a középosztály áruló, a középosztály egy része. És persze morális vetülete is van a dolognak, de hát azt most tegyük zárójelbe. Tehát a nemzet nagyon nagy vesztese annak, hogy ezekről a diákokról lemond. És azt hiszem, hogy nem tudom, hogy idővel hogy állok, valaki nézte, bőven kitöltöttem. Jó. Akkor köszönöm szépen mindenki figyelmét, és természetesen várjuk a kérdéseket is oda. Igen, a kerekasztal beszélgetéshez kérjük a megjelölteket, és közben akkor még érkeznek.
Én szeretném Rónai Krisztina, aki nincs közöttünk, az ő kérésére ismertetni azt, hogy a budapesti Szkíta önkormányzat oktatással foglalkozó munkacsoportja egy adatfelmérés, adatgyűjtést kezdett el arra vonatkozóan, hogy maga a Szkíta Egyesület hogyan tudna, a Szkíta önkormányzatok hogyan tudnának azzal a jogosítványukkal élni majd, hogy oktatási intézményt hozzanak létre. Ők ebben adatgyűjtést kezdeményeztek külföldi iskolákkal és hazaiakkal, vallási, tehát buddhista iskolával vették fel a kapcsolatot, és ami megosztható most az, hogy ebben van előrelépés, tehát talán kibontakozik egy olyan út, ami lehetővé teszi azt, hogy természetesen a magyar NAT, a nemzeti, tehát a NAT-nak a normáihoz igazodva, de mégis sajátos értékekkel gazdagítva egy saját iskolákat, vagyis saját iskolákat, ha még nem is rendszer, de saját iskolákat hozzanak létre az önkormányzatok, legalábbis a budapesti önkormányzat. Na igen, én ezzel kapcsolatban elmondanám a észrevételeimet, tehát nagyon érdekelne, hogy egy saját iskola létrehozása az hogyan tudna működni. Tehát ugye arról beszéltetek leginkább, hogy mik a problémák most a iskolákban. De a legnagyobb probléma az véleményem szerint az, hogy azok a szülők, akik már megértették ezeket a dolgokat, amiről itt beszéltünk az elmúlt három napban, azok nem tudják hova vinni a gyereküket, mert ugyanaz a túloldali információ betöltés van minden iskolában, ahogy elmondtad, a központi túlterhelt tananyag, túlterhelt tanárok, túlterhelt gyerekek, miközben oltják őket, és annak az alapjait az iskolában, ugye az információkat ahhoz megkapják. Aztán ugye egyre több az autista, ahogy elmondtad, meg a mindenféle viselkedészavarok, magatartászavarok. És kicsit az az érzésem, hogy potyognak be az emberek a hídról, a vízbe, és mindenki csak szalad és próbálja menteni a fuldoklókat, de nem nézi meg senki, hogy miért botyognak be, hogy mit kellene teljesen gyökeresen másként csinálni. Tehát egyáltalán az alternatív oldal, ugye az önkormányzati iskola az egy jó ötlet, de onnan kéne valamit elkezdeni kialakítani, hogy akkor hogy tud kilépni egy pedagógus a rendszerből, és egy iskolát létrehozni. Tehát például ez egy fontos kérdés lenne. Aztán ugye az is látszik, hogy rendkívül nagy a pedagógus hiány. Tehát mi a saját gyerekünket mindenféle külön órákra kell, hogy hát nyilván Zoomon csinálják a modern hülyeség szerint. De minden esetben, ha egyáltalán le akar tudni érettségizni, akkor muszáj még majdnem annyi órát fölvegyen külön órák formájában, mert különben semmire nem megy, tehát nem tud leérettségizni, mert annyira kevés a tanár, mint tudom, tornatanár megy be magyar órát tartani, meg ilyen hülyeségek mennek, és ezt így nyilvánvalóan az ilyen összedőlős állapot. Én értem, hogy a ti iskolátokat nem ilyen, meg hogy te másként csinálod, de itt a gyökeres megoldásokat kéne keresni, és én azt látom, hogy a jó tanárok azok elmenekülnek a rendszerből, azok tartanak magánórákat, azt a szülőnek pluszba finanszírozni kell, ahhoz, hogy le tudjon érettségezni, vagy át tudjon menni a következő iskolába. Miközben mi meg itt tétlenül malmozunk, hogy nem nincsen olyan iskola, nem hozunk létre olyan iskolát, amivel lehetne ezeket a dolgokat megoldani. Na, beszéltem. Mondjátok. Ezt akkor csak
annyit szeretnék mondani, hogy megvannak a jogi eljárásai, hogy lehet egy iskolát létrehozni, de úgy kell elképzelni, hogyha ez egy ilyen magániskola lenne, vagy alapítványi iskola, hogy egy komplett hálót kell elképzelni. Van egy cél. Mi lenne ennek az iskolának a célja? Tehát ezeket meg kéne alkotni hozzá azt a programot, hogy hogyan neveljük, annak illeszkednie kell a nemzeti alaptantervhez. Tehát, hogy ez egy nagyon komplex dolog, de a jogi lépései le vannak fektetve törvényileg. És miért nem kell illeszkedni a nemzeti alaptantervhez? Igen, tehát ez most az előírás, és a másik, hogy a középiskolában úgy tud tovább lépni egy diák, az érettségét úgy tudja megkapni, hogyha azt a tudásmennyiséget birtokolja, valót számot tud adni. Ha csak nem alkotunk egy teljesen saját társadalmat. Ha és erre nincsen valami... Bocsánat, mondtátok egy mondatot ezzel kapcsolatban? Bocsánat, hol van a másik? Egyrésztről pár évvel ezelőtt, a mi gyerekeink már felnőttek, tehát 30 és 26 évesek, úgyhogy már kikerültek szerencsére az iskolából. Viszont azért mocorgunk olyan körökben, ahol találkozunk pedagógusokkal is. Pár évvel ezelőtt egy Waldorf óvodába dolgozó óvónéni mondta azt, hogy a Waldorf rendszerben képtelenek olyan gyorsan képezni a pedagógusokat és nyitni az iskolákat, amennyi igény lenne erre gyakorlatilag. De igazából, ami a kérdéseddel kapcsolatos, az az, hogy mi korábban Dunakeszin laktunk, ez ugye Budapestről északra található, közvetlenül szomszédos Göd nevű településsel. Gödön van egy Búzaszem nevű általános iskola, amelyikbe minden évben többszörös a túljelentkezés, és a szülőkkel való beszélgetés és a gyerekekkel való beszélgetés alapján választják ki, hogy kik azok, akik oda kerülhetnek. Egy régi televíziós kollégám, Horváth Szilárd, aki ma is aktív egyébként a Magyar TV-be vezet műsorokat az egyik eldugott csatornán, ő az igazgatója ennek, tehát abszolút magánkezdeményezésből jött létre. Ez egy alapfokú általános és művészet oktatási intézmény, és a Szilárd szokott elmenni előadásokat tartani, hogy hogy működik az ő iskolájuk, erről most nem akarok semmit mondani, csak annyit, hogy ő mindig hangsúlyozza, hogy az ő iskolájuk teljes összhangban van a nemzeti alaptantervvel. Hát ma, ugye meghalt, de hogy pont ma volt a Molnár Szövetésnapja, és ugye Molnár Bélyus Kabácsi tanítványa hozta létre. Hát most így nem, sem halljuk, sem értünk. Majd reflektál. Csak egy pillanat, igen, tehát ránéztem erre a honlapjukra én is, a Búzaszem iskolának, és valóban azért szerintem hozzá kell tenni azt, hogy az alulról jövő civil kezdeményezést, amit a gödi helyi lakosok képviseltek egy részük, a gödi plébánoshoz fordultak rögtön, ami nagyon jó, hogy a plébános úr segítségük sietett, de azóta egyébként ez az iskola alapvetően a Piarista Gimnázium egyházi fenntartásában működött sokáig, és utána pedig a Váci Egyházmegyéhez, tehát intézményileg hozzátartozik. Tehát ez megint ugye az egyházi iskolák rendszere, ami azt jelenti, hogy egy olyan szempont az alapításnál, hogyha most konkrétan egy egyesületi vagy önkormányzati iskola alapításra gondolunk, hogy ott az egyházi vonal az, és gondolom az egyházi anyagi támogatás, ami ilyen sokat segíthetett ennek az iskolának a működésében. Tavaly a Magyarok Országos Gyűlésén tartott a Szilárd egy előadást. Én ott azt hallottam tőle, hogy ők elmentek a megyés püspökhöz, a Váci megyés püspökhöz, hogy segítsen nekik iskolát alapítani, és azt kirúgta őket. És ezért aztán megcsinálták saját maguk egyháza segítség nélkül.
Tavaly ezt mondta a Szilárd, mondta egy. Akkor ez ellentmondásban van a honlapon szereplő adatokkal. Ott úgy szerepel, és a külön a Váci Egyházmegyére tovább lehet menni az iskola honlapjáról. Megint nem szakmabeliként, de tapasztalatot én már nagyszülőként mondhatom. 8 unokám van, tehát a legidősebb 22, a legfiatalabb 9. Hogy az első 3 unokám a szülőknek, a lányomnak az volt a véleménye, hogy olyan iskolába kell adni, ahol emberré nevelik őt. A szaktudást azt megszerzi. Én elvégeztem az egyetemet, és legalább 6 vagy 8 szakmát megtanultam, mert állandóan változik. Tehát az, hogy valaki gomnyomásra kijön, és egy életre minden el van intézve, az naivitás. De az, hogy ember legyen, az mondjuk 7 és 21 éves koráig eldől, hogy mit tud magából kihozni. Most ez az állami iskola, vagy egyházi iskola. Nagyon sokáig az oktatás, mint a, hogy mondjam, a nemzet rabszolgái, egy olyan küldetés volt, hogy azok az oktató rendek, akik arra tették fel az életüket, hogy oktassanak, tehát piaristák, stb., azok végezték az oktatást. Volt állami oktatás is, 4 osztályos, hogy mondjam, tanási iskolák, stb. Ez nagyon fontos volt, hogy megtanuljanak írni, olvasni. De igazándiból az ahhoz, hogy ember legyen, régen a család megnevelte emberré, a nagy család. Ezt rombolták szét, hogy emberként épülhessen be egy emberi társadalomba, és nem egy önző akármicsodaként, ezt ma nagyon nehéz megcsinálni. Azt tudom mondani, hogy az első 3 gyerekem az egyházi iskolába járt, a nagyfiam piaristákhoz, most 5 éves orvostanhallgató, és nagyon jól tanul. A második gyerekem Sotén, második gyerekem gyógytornás Sotén, viccelődtünk, hogy mentünk autóval, 3 gyerek ült a hátsó autón, ülésen, ez tavaly volt még, hogy a 2 szélén a első meg a második számon, akár a 3. középen, és azt mondta, hogy de rosszít ülnöm, 2472 pont közé kerültem. Tehát magyarán mondva, olyan felvételit tudtak csinálni plusz kifizetés nélkül, annélkül, hogy bár angolra a nyelvvizsga előtt fél óráig vagy fél évig beiratkoztak valahová. Az iskola fölkészítette őket erre. Tehát léteznek olyan iskolák, akik vagy betartják a nemzeti tartalmat, vagy nem, feltételezem, hogy betartják, de ha elkötelezett a pedagógus, és aki tehetséges gyerek, abból ki lehet hozni. Természetesen a gyereknek is dolgozni kell. Tehát nem az, hogy és beleöntik töltsérrel a fejébe. Tehát, igen, na most az, hogy maximalista módon mit akarok egy iskolából kihozni, hogy vannak ilyen tenyész iskolák, hogy tanulmányi versenyen első, második, harmadik hely, ha az nincs, akkor az már nem számít. Ez lehet, hogy már kiég a gyerek, mire eljut odaig. Tehát az iskolában nem csak az emberséget, hanem a tanulni tudást is meg kell tanulni. Ha idáig eljut, akkor ennél többre nem szabad reménykedni. Tehát én e felé bátorítanám. Tehát igen, a képességeket kell tudni kibontakoztatni, és a mindennapi életben való helytállást, tehát például rettenetesen hiányzik, hogy háztartási ismeretek, ház körüli szerelési ismeretek, stb. Tehát a technika, ami mondjuk az én fiatal koromban még volt, hogy fúrni, faragni, stb. Lehetett kézzel, ma már ez informatikával válik, tehát informatikával mindent nem lehet megoldani,
Tehát igazából az életre nevelésbe ez is benne van, hogy valaki egy ruhát meg tudjon varni, valamit össze tudjon, egy vízcsapot meg tudjon szerelni, és így tovább. Tehát az életre való felkészítés, ez fontos. Köszönöm. Jó, hát azt ugye azért tisztázni kell, hogy a háttérhatalmi erőknek a célja az egészségügyön kívül az oktatásnak is a szétverése, és a gyerekek képzésének a kaotizálása. Tehát onnan kellene elinduljunk, hogy ennek hogy lehet gátját szabni, mert leoltották ugye a pedagógusokat, egy csomó megbetegszik, kiesik, lehetetlenné teszik a megfelelő megélhetésüket, ezért elmenekülnek, ezért a maradékra egyre nagyobb teherháról szétesik. Tehát próbáljunk meg az alapokra valahogy stratégiát vagy megoldásokat találni. Álláspontom szerint ugye az a legfontosabb része a dolognak, hogy ne versenyistálók legyenek az iskolák. Nem szívesen mondom, de nekem gyakorlatilag mind a három gyerekem egyházi iskolában végzett. Én annak idején úgy választottam ezt ki, hogy körbe mentünk Szegeden, és akkor láttam, hogy egyik iskolában is ott van a kóla automata, a másikban is, a harmadikban is, és akkor mondtam a nejemnek, hogy na, olyan iskolát választunk, ahol nincs kóla automata, és lehet, hogy ez nagyon bután hangzik, de az egyházi, a Karolina volt Szegeden az egyetlen iskola, úgyhogy ezért esett rá a választásom. De valójában Széchenyit akartam én rögtön az elején idézni, hogy a kiművelt emberfők száma a nemzet igazi hatalma, és ezért lenne nagyon-nagyon fontos azt tisztázni, és én azért is bátorkodtam ide kiülni, mert valahogy nekem az az érzésem, és még az egyházi iskolában is ezt éreztem, hogy a nevelés háttérbe van szorulva. Oktatni oktatnak, azzal talán nincs olyan nagy probléma, bár javaslom a legközelebb ilyen fórumra, ne én üljek ide ki, hanem Lados Balást hívjuk meg, aki azt követte el annak idején a tanítványaival, hogy minden nyáron elvitte őket különböző helyekre, mondjuk elvitte őket Kassára. És nem csak a nagyságos fejedelem sírját nézték meg, hanem egyáltalán körbe mentek Kassán. És megmutogatott neki mindent, ami nagyon fontos, mert van egy generáció, aki el se tudja képzelni, hogy a határon túl milyen nyomai vannak, mert sajnos ezt kell mondjam, ma már sajnos csak nyomai vannak a magyar nemzeti létnek. Én azt gondolom, hogy inkább arról beszéljek, hogy én sok éven keresztül jártam egy úgynevezett turulcsibe táborba, ahol 5 éves kortól 16-17 éves korig voltak gyerekek, és egy nagyon, nagyon kiváló pedagógus szervezte meg ezt az egész történetet, és nekem rögtön mindjárt az jut eszembe, hogy én értem, hogy szeretnénk iskolát, de nem avval kellene talán kezdeni, hogy nyáron óriási probléma a szülők számára, hogy hol helyezik el a gyerekeiket. Óriási probléma. Lehet, hogy azt kellene először is megcélozni, hogy nyáron olyan táborokat csinálni a gyerekeknek, ami nem iszonyú összegbe kerül, egy. Kettő, valóban nemzeti nevelést kapnak, és játékosan, tehát hozzáértők segítségével. Talán ez lenne az az út, amit persze én nem azt mondom ezzel, hogy ne gondolkodjunk abba, hogy esetleg valami speciális iskola is legyen, de talán az első lépésként ennyi. És tovább adom, hogy ne az legyen, hogy időt átlépek. Jó ötlet, mert ez már fel van több helyen vetve, egy ilyen táborokat szervezni. Lát, én 48 évig dolgoztam Németországban zeniskolában, ami azt jelenti, hogy én ott a zeniskola az abszolút szabad volt, úgyhogy én azt, nem voltak vizsgák először is,
és én azt az anyagot választottam, amit akartam, és azt, hogy mondjam, olyan tempóban mentem, ahogy a tanítvány diktálta, mondjuk nem tanítottam kis mennyiségben, mert hetente 100 tanítványon, 100 ember, kisgyerekektől felnőttekig mentem végig, szóval rengeteg pedagógus tapasztalatom van, és rengeteg iskolával is együtt dolgoztunk. Ez a probléma, ami itt megvan, ez ugyanaz megvan Németországban is. Azt kell mondjam, hogy a német diákok most már olyan nívon vannak, hogy már a gimnáziumban szinte nem tudnak helyesen írni, nem tudnak rendesen olvasni, szóval még ez a minimum sincs meg. Úgyhogy gyakorlatilag, ha elkerülnek az egyetemre, az egyetemnek ilyen primitív, hogy mondjam, előkészítő tanfolyamokat kell csinálni. Csak ezért mondom, hogy ne legyetek annyira, hogy egyedülálltok ebben a világrendszerben, hanem hát ez a dolog megvan. Úgyhogy én Magyarországon is azt gondolom, hogy ezek a privát iskolák sajnos ezek fognak szerintem először működni, és ami hát tényleg jó ötlet, ezek a táborok, de tulajdonképpen az államilag ez szerintem egyelőre nincs kilátás, hogy ez meg lesz oldva. Mert már a cél az, hogy a gyerekeket tönkretenni. Na most a digitalizációval akarok még valamit mondani. Ez nagyon visszaütődött, ez a digitalizálás história. Most már Svédország és Dánia, akik úttörők voltak ebben a programban, rájöttek, hogy ez egy szörnyű dolog, úgyhogy megy vissza. Tehát azt jelenti, gyakorlatilag tulajdonképpen a gyerekeknek 10 éves korukig nem szabad semmi smartphone, semmilyen digitalizálás dolgot a kezükbe venni, és gyakorlatilag ezen föl is nagyon-nagyon-nagyon kimérve, mert hát ott a fantáziájuk teljesen tönkre lesz téve, úgyhogy ezek már besik vissza, de hát a digitalizálás nem kell laptop nélkül a gyerekeknek a kognitív képessége tönkre megy, és kapnak digitális demencet. Ezen bocsánat, Tötösi Magdolna hívott fel az előbb, elnézést, ez nagyon neveletlen dolog, de ő egy oktatáspolitikus, és megkértem arra, hogyha lehet, akkor majd mondja már el a véleményét, úgyhogy telefonon keresztül, mikrofonba, úgyhogy ha elmondod, akkor utána visszahívom. Nem, én nem szeretném, mert most hogy kerülöd ide? Ő egy nagyon komoly oktatáspolitikus. Hát mindegy, hát nem, most nem erről kell beszélni, hogy oktatáspolitikus. Hát az internet megoldandó dolgokról beszélni, hát arról, és olyan neki fogok. Őneki ötletei voltak, aztán elutasították, hát, kidobták a Szeretnék visszatérni a lehetséges iskola alapítása. Tehát nyilván vannak keretek. A NAT keret. Ahhoz még a Waldorf iskola és egyéb alternatív módon oktató iskolák is igazodnak. A Waldorf hozzátesz például a gimnázium 4 éve után egy 5. évet. Belső követelményeknek is eleget akarnak tenni, tehát ott valami szakdolgozatsérét kellett tenniük a gyerekeknek, de igazán az is benne van, hogy kicsit az érettségire jobban fölkészítsék őket, mert hát meg máshogy oktatnak. Tehát a keret a NAT nyilvánvalóan, de nekem a Marianna példája is igazolta és megerősítette bennem azt, hogy nagyon-nagyon sok múlik az intézményvezetőkön. Tehát az, hogy az intézmény, és ez is egy megint oktatáskutatók is, és nagyon sokan említik azt, hogy egyre inkább az iskola vezetői pozícióban is, de más vezetői pozícióban is tendencia az, hogy azok kerülnek, akik a központosított rendszereknek abszolút megfelelnek. Tehát nem a kreatív igazgató a példa, és a keresett intézményvezető, kivétel lehet Marian, hanem az, aki abszolút megfelel az előírásoknak, és az kőkeményen behajtja. És ugyanakkor látszik az, amiket elmondtál, hogy igenis az intézményvezetőknek lehetnek lehetőségeik, amiket én nem tudom miért, nagyon sok oka lehet, nem tesznek meg. Tehát én azt mondom, hogy már az is egy jó kezdeményezés lehetne, hogy az adott kereteket, mert azokat nem tudunk vele mit kezdeni, egyelőre el kell fogadni, beleilleszkedve, de mégis, és csak a történelem, én magyar történelmi spanyol szakos vagyok, tehát ismerve a történnek, a spanyolnak a kritériumait, minek kell megfelelni az érettségén,
de annak olyan sokféle módon lehet oda eljutni. Hát ez bíznák rám, csak bíznák rám, de nem bíznák rám. És a másik dolog, ami másik téma, valóban ez nem magyarországi probléma, csak valóban a világon nagyon komoly problémák jelentkeznek. Spanyolországban az egyik legnagyobb probléma az iskola elhagyás. 16 évesen, nálunk is azért levitték 16 évre, nem véletlen, és egyszerűen ezek a fiatalok nem dolgoznak, nem tanulnak, hanem a szüleikkel 50, a szülőkorát mondom, 50-60 éves, 70 éves korukig együtt élnek, mert amúgy az önálló életkezdés nagyon nehéz, és amúgy is kényelmes. Tehát együtt lenni a szülőkkel, tehát óriási társadalmi feszültségek keletkeznek ebből. Tehát nem csak a mi gondunk. Végelmondatot hozzáfűztetni? Oké. A Verbi még nem volt, és akkor megint sorra. Én nem is szóltam, hogy szeretnék azért. De nem jelentkeztél, de mindjárt adom. Azon kezdem, hogy én nem olyan pedagógus, bár van egy mérnök tanári de nem tartom magam pedagógusnak, meg szigorlatisztan a pszichológiából. De ez nincs semmi. Van egy érintettségem, édesanyám egy nagy becsés jogodának volt a vezetője, és sok mindent tanultam tőle így szőr mentén. És azt én is igazolnám, amit itt mondtatok, hogy az egyházi iskolák akármennyire is sok esetben hamis alapokon, mert azért ami a tudást illeti, ott azért sok hamisság van, de mégis a kibocsájtás, az erkölcsi és a morális oldalon az biztosan jobb, mint az állami iskolákban, de Mariannak feltétlenül gondolom igazából annak, amit idézett, hogy a tudás oldalon nem feltétlenül, de a gerinc a mindenféle egyéb oldalon igen. Nálunk is a lányok ide járt, tehát ez nagyon üzenetes volt. De amit akarok mondani, amit a Gábor mondott, az egy zseniális pont, ugyanis ez nem tartozik a NAT-ba. Az nem tartozik a NAT-ba. És ott már bele lehet csempészni azt a szakrális mondani valót bizonyos táborokban, és én úgy gondolom, hogy ez a legkönnyebben, anyagilag, erőráfordítással és minden egyébben a legkönnyebben megvalósítható dolog. Tehát érdemes volna elgondolkodni ezzel kezdeni, mert szívemből szólt, mert ez nekem is benne volt a fejemben. A másik, hogy a oktatás nem az iskolával kezdődik, hanem az óvodával. Pontosan. És a harmadik, hogy még csak nem is azzal kezdődik, hanem hát lehet, hogy ez ilyen game changer idea, tehát ilyen, de én azt látom a környezetben, sok helyen, hogy nincsen szülőképzés. Igen. Nincsen szülőképzés. Szülőiskolát kell be. Igen. Na most miért lenne ez jó? Mert akkor a pedagógusok tudnának sokkal könnyebben pedagógiai dolgokkal foglalkozni, mert nem a nulláról kellene fölhozni a gyerekeket. És miért mondom ezt? Mert nem véletlenül mondtam anyukámat, ő becsésen volt. Ugye tudjuk, hogy a Pest környékén azért a etnikum sok helyen elég nagy számban megtalálható. És az ő óvodájában, ezt mondom, ezt tőle tanultam, ő óvodájában bementek teljesen nulla szülői képességgel rendelkező emberek gyerekei, akik úgy indultak, hogy hódkoszos volt a gyerek, nem kapott enni, pedig lett volna, mint be elfelejtették, és anyukám azzal foglalkozott, hogy nevelte a szülőket. És ez régen volt, mert ő 91. évében van, tehát régen nyugdíjban van, de szerintem azóta a szülői, hivatásra való felkészültség az jelentősen romlott, és nem csak az etnikumra gondolok, hanem mindenki másra. Én ezt gondolnám, hogy táborok, szülőképzés, óvoda, és majd csak utána menjünk az iskolára, mert ez már bonyolultabb. Köszönöm szépen. Én azért ültem ide, mert nem gyerekekkel, én andragógus vagyok, az ELTE-n akadtam néhány évet, és ugye a Lovász élmény pedagógia című könyve ihletett. Én a diplomamunkámat abból írtam, hogy élmény andragógia, és így kezdtem el az ELTE-nek a doktori iskoláját is, amit mondjuk nem fejeztem még be. Olyan felnőttekkel foglalkozunk,
így került egy kapcsolatban, hogy veled és Józsi, hogy akik akartak tanulni, életpályamodellt váltani, ugye most nagyon sokan úgy kerültek be a természetes gyógymódok, természetgyógyászatnak nevezett emberei közé, akik nem valók természetgyógyászatnak egy része, de bízunk benne, és én is azért vagyok, hogy minél több legyen közülük jó természetgyógyász, hogy az egészségükből ők bejöjjenek. Körülbelül ez az arány inkább most nem mondok, mert nem ide tartozik. De a Pszichodráma Egyesület, Magyar Pszichodráma Egyesület és Integratív Pszichoterápiás Egyesületen belül nagyon sok olyan kollégával dolgozunk együtt, szupervízió nekünk kötelezően nekem is, akik szupervizionálják azokat, akik neftanval dolgoznak, kiégett pszichológusok, iskola pszichológusok is. Tehát így van egy kapcsolatom, élő kapcsolatom a ti gyermeki oktatási részletekkel és a felnőtt részletekkel, tehát a felnőtt képzésben is ugyanúgy nagyon sok kiégett egyéb terület van. És így szeretném megint csokorba szedni évem tavasszal. Az első japán utam alkalmával találkoztam egy Magyarországon tanult zene tanárral. Az volt a szerencsém, hogy én is jártam zeneiskolába, hegedültem. És nagyon egy olyan kincset mutatott, amit japánok, és nem csak a japánok, Kínában is oktatják a magyar zenepedagógiai módszereket, nem csak gyerekeknek, hanem használják a felnőtteknek. Én így lettem zeneterapeuta, hoztam is a gong állvány, a mai napig ott van, én tegnap vettem le a gongokat, amikor ez a nem a gongokhoz illő, ide illő, de a gongok nem illettek ebbe a térbe, el is vittem őket, a hangtálai a mai napig ott vannak letakarva. Tehát a zene, amit én javasolnék meghozni, a tőletek függ, hogy mennyire, én a felnőtt képzésben behoztam a zenét és a hangterápiás rendszer. Egy, kettő. Amit én látok a felnőtt oktatásban, ugye én természetgyógyászokat, leendő természetgyógyászokat képzek, valakiből lesz, valaki megpróbálja magát, és tudja, hogy ez nem az övé. Vagy én mondom meg neki, hogy ez nem a tiéd. Ez is egy jó dolog. Amit itt én csak az Ercsei Attilától hallottam kinyilvánítva rajta, kívül talán most nincs itt, hogy a módosult tudatállapotokkal foglalkozó munka, én ott hátul üldögélek, nekem van egy olyan készségem, hogy úgy figyelgetem a... Nem csak nézek, látok is, azt is, amit én használok a természetgyógyászat, hogy ezt a szemz érzékelés, telepátia, aura, tatata, tehát én ezt oktatom is egy picit. Tehát módosult tudatállapotok behozása, amennyivel lehet, és a zeneterápia, hangterápia, amivel lehet, és az oktatásban a szülők, nem tudom milyen tanulcsipe táborban voltunk, minden elindítottunk ilyet konyárba, erről majd beszélünk. 10 éve megy, a gyerekeim ott voltak, tehát táborok, akkor éppen nem találkoztunk. Tehát ezt a hármat szeretném ide nektek behozni, meg nem csak nektek, nektek is. Köszönöm szépen! Igen, de kérdezz, hogy 1 percekben most már jó, mert már igen, az összefoglalást kéne. Rendben, akkor 1 perc. Én Sáros Pataki vagyok, és édesanyám a tanítóképző főiskolában, és iskolájában matematika, kémiát és testnevelési tanítani, genetikailag tanulni vágyom és tanítani. Én a fiamat tanítom úgy, hogy ő Hollandiában él, és a gyerekkoromban is már nagy probléma volt, hogy a tanulás maga nem menő. Ciki tanulni a gyerekek között. És ezt a trendet kell megváltoztatni, mert utána az oktatás már automatikusan megváltozik. A másik, én is fontosnak tartom a szülők oktatását, hogy egyáltalán szót tudjanak érteni a tanárral. De ha már megtanítjuk az első generációt, ő már abban nő fel. A másik nagyon fontos, a gyerekek és a felnőttek számára a játék. Igen. Játékokon keresztül lehet példát mutatni, és nem én erőltetem a saját játékomat, hanem belemegyek a számítógépes játékokba, és a gyereknek segítek, hogy a saját útján haladjon, és amit ő szeretne, azt elérje. Én ennyit tennék hozzá. Köszönöm.
A állami oktatásból is hadd mondjak egy példát. Az én anyukám is tanítónő volt, és amikor nyugdíjba ment, mivel ilyen turbó nevű, nem tud mit kezdeni magával, annyi energiája van, akkor elment a Kipes módszerhez ilyen tanácsadónak, a szakemberek biztos tudják mi az, tehát hogy olyan iskolákat látogatott és külső szemlélőként adott tanácsokat, segítséget a tanároknak, és az is egy nagyon eredményes és jó módszer, de van egy nagyon fontos dolog, volt olyan iskolai igazgató, aki nagyon szerette volna ezt a módszert bevezetni, de a pedagógus társak nem voltak elragadtatva, és a Kipes módszer vezetője azt mondta, hogy eszébe ne jusson bevezetni, mert meg fog bukni rajta. Tehát ahhoz kapcsolódnék, hogy nem csak az intézmény vezető a fontos, hanem a tanári kar is. Köszönöm, megpróbálok egy percbe beleférni. Én egyházi iskolába jártam a 80-as években, a Pannonhalmi Bence gimnáziumban. Kozeszki Lihár volt az igazgató. Gyakran hallott mondat volt tőle. Szinte minden évzáron és évnyitón elmondta, hogy mi az iskola hármas célkitűzése. Az első volt a látókör szélesítése, kettő a keresztény értékekre való nevelés, és harmadiként a felső tanulmányokra való felkészítés, és mindig hozzátette, hogy ebben a sorrendben. És ezt mi a hétköznaposan egy a kollégiumban laktunk, éjjel-nappal sülbefőve együtt voltunk egymással, sokszor a tanárainkkal is. Pontosan érzékeltük ezt a prioritást. És csak a konklúzióként meg azt szeretném mondani, hogy azért az, hogy az első kettőre helyezték, tehát a nevelésre és a látókör szélesítésre az abszolút hangsúlyt, az érdekes módon magával hozta azt, hogy egész jó eredmények. Tehát az osztályban például 14 embert vettek föl a 38 fős osztályból csak orvosegyetemre, és majdnem mindenkit valamilyen másra, pedig hát harmadik helyen volt mindig is. De úgy látszik, hogy én azt gondolom, hogy ezt esetleg érdemes megszívleni mindenkinek, aki intézményt vezet. Köszönöm szépen! Köszönöm. Na, van valakinek egy összefoglaló mondata arról, hogy hol tartunk oktatásügyben? Nekem egyetlen egy gondolatom lenne. Értem, de összefoglalás. Molnár V. Józsi bácsira majd a végén emlékezzünk meg, jó? Jó. Tehát összefoglaló gondolat arról, hogy hol tartunk oktatásügyben. Szülőknél kell kezdeni. Hogy? A szülőknél kell kezdeni. Mert a szülők tulajdonképpen nem képesek olyan gyerekeket. Jó, de mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik most mennek iskolába? Igen. És táborok. Ezek a táborok. Tehát táborok az iskoláktól függetlenül. Iskolák mellett táborok. Ez egy nagyon fontos dolog. Igen. Olyan közösségi lét, ami nem az internet. Igen. Leendő szülők oktatásától élménypedagógián át az élmény andragógiáig. Nekem ez jó most így. Te érted? De a mai fő kérdés az volt, hogy ha a SZITA önkormányzatok megalakulnak, hogy iskolákat tudnak-e létrehozni, és ha igen, mert hogy jogilag lehetséges, hogy induljunk el. Senkinek nincs a zsebében a bölcsek köve. Úgy induljunk el, hogy beszéljünk erről szakemberek, és abból lehet ezt kihozni. Mert mindenki csak egy kis sávot lát ebből. Smartphone-t megtiltani az iskola. Nekem csak az a kívánságom, a smartphone-t az iskolába megtiltani, és vannak olyan iskolák, ahol a smartphone-t már nem szabad használni. Mit használ? Ez a smartphone. Egy mondat, de két cél van benne, tehát a társadalmasítás, beszéljünk minél többet, és minél tartalmasabban az oktatásról, az igényeinkről, a lehetőségeinkről, és valóban történjen meg az, hogy az oktatásról merjünk máshogy gondolkodni, hogy flow élmény legyen.
mindegyik szereplőnek igazán, a tanárnak és, akkor a, és a diákok is. Tanulni szép dolog. Finnországi példa. Finnországi példa. Köszönöm szépen, hogy ezt a témát így próbáltátok feldolgozni, és valahova eljutottunk. Abból, amit most itt az árokörben hallottunk, abból akkor kiemelném ugye a táborokat, az önkormányzatok által alapítandó iskolákat, de ez egyelőre csak ilyen ötlet, illetve szándék szintjén van meg, de hát ugye az egészségügyben is hasonlóan állunk. És én nagyon fontosnak tartanám, talán ezzel egészíteném ki, hogy a tanároknak kellene továbbképzést csinálni, mert addig, amíg a tanárok teljes mértékben a nemzeti alaptanter meg az állami, vagyis a globális hatás alatt állnak, és semmiféle információjuk nincs, meg egyáltalán mit kellene még közvetíteni a diákok felé, addig csak arra vagyunk hagyatkozva, hogy van egy-két jó tanár, aki tudja, de a többség az ugye beoltatta magát, nem tudom, meddig tudja, az meddig hagyja az oltóanyag, hogy mindent tudjon. Tehát a tanárokat kellene szerintem szintén képezni, és arra kellene valami koncepciót, oktatást, tananyagot kimunkálni, hogy hogyan lehet egy ilyen továbbképzést csinálni tanároknak. Hogy milyen részei, fontos részei kellnek, ugye a szakralitás, aztán az, amiről itt beszéltünk, hogy milyen témakörök vannak, ugye a társadalom felépítéséről kapcsolatban, a pénzzel és így tovább, mert itt pillanatok alatt változni fog, ahogy az Attila elmondta, és semmi valami nincs itt, mert arról volt szó, hogy most itt még beszélgetünk erről a közép-európai térképről, amit felvetített tegnap este, hogy a pillanatok alatt lehet nagy változás. Tehát ezt nem tudjuk átlátni, és akkor itt állunk, és nincs pedagógus, aki a gyerekeket fel tudja készíteni arra, ami következik, ami a változás. Tehát szerintem az oktatást azt mindenképp kell még hozzávenni ehhez az előző kettőhöz, és hát értem én az óvodát is, meg mindent, de hát valahol el kéne indulni valami rendszerrel, hogy akkor az óvónőket is például képezni, az is jó. Addig, amíg nem megy át az az információ, amiről itt beszéltünk, nem megy át sehova, és van egy ilyen nagyon merev és nagyon túlterhelt állami rendszer, addig nem nagyon lehet tovább lépni. Na, akkor az a kérdésem, köszönöm még egyszer, ezeket majd én leírom, hogy az összefoglalást akkor hogyan csináljuk, tudtok még maradni, én nem akarom hosszan húzni ezt a dolgot, összeírtam néhány dolgot, és akkor azt szeretném, hogyha itt most nem nagyon vannak már az előadókból, azt szeretném, hogyha akinek van valami fontos megjegyzése, az föltenni a kezét, és akkor elmondaná. Először megmondjam el én, amiket írtam össze, és akkor azokat majd valahogy bele fogom kombinálni, hogyha olyanok, ami vagy elhangzott, vagy pedig még fontos, hogy kinyilvánítsuk. Tehát akkor lehet, hogy kivetítem, és akkor úgy írásban is lehet követni. Akkor mondanám az elejétől, aztán majd közben megérünk is már. Hát ugye mi az KITA Egyesület
oldaláról szerettük volna, hogyha ez a három nap, ez megteremti az alapját annak is, hogy ez a mentorképzés el tudjon indulni azok számára, akik itt továbbiakban foglalkoznak kisebb csoportokkal. Ugye ez maga, ez a három nap, ez lehet ugye egy alapja a bázis képzésnek. Aztán ugye túlélő táborok, például a Medvecsizolival vagy a Daroszizolival, harcművészeti tábor, öngyújtással foglalkozó tábor és ilyenek lehetnek, például a kiegészítései vagy a tovább fejlesztményei ennek, amit elkezdtünk. Na most a tréningen, amik elhangzottak fő témakörök, az egyik nagyon fontos volt, hogy állandó támadás alá kell helyezni az ellenséget. Ezt úgy kell érteni, hogy mindig kell valamivel piszkálni azt a fajta mentalitást, amivel próbálnak bennünket teljesen leigázni. És a falig kell elmenni az ellenfeleink támadásával, mert amit támadunk, amit nem támadunk, ami ellen nem lépünk fel, ami ellen nem tiltakozunk, azt addig teszik ellenünk, amíg benne nem halunk. Most nagyon sarkítva írtam ezt le, de ez a lényege. És ugye mindig mondom, hogy nem a itteni kormányról van szó, hanem úgy egyáltalán az egész rendszer, amit rájuk is rá kényszerítettek. Semmit nem szabad szó nélkül hagyni. Eljárásokat, pereket, hatósági feljelentéseket kell indítani, büntető pereket, törvényességi, felügyeleti eljárásokat, hivatali visszaéléseket kell perelni, bűnszövetségben elkövetett bűnöket kell feltárni, támadni. Ez az állam nincs felkészülve az ilyen eljárásokra, ezért összeroppantják. Akár enged, akár keménykedik, mindenképpen nekünk használ. De most azokat a mondatokat próbáltam visszaidézni, ugye, amiket elmondtatok. Mondtatok. A saját alkotmányást javíts ki a szibás. Melyik? Az a I-I-pont. Az MVH a saját alkotmányos Ísárja szerint van az a négy csónak. Nem, ott még nem tart a Józsi, majd akkor szóljál. De én még nem ott olvasom. Te előbbre vagy, Maria. Akár. Tehát igen, a politikusokat, média munkásokat, hivatalnokokat kell támadni. A legfontosabb, tehát a ma tervezett akcióink, ez a nemzetközi büntető feljelentések nyilvánosságra került az EU-Pfizer szerződés miatt, hogy ezt a Maria szervezi. Aztán a WHO. És akkor itt mi a hiba? Nem alkotmány, hanem az Ísájel, az az IHL. A WHO, tehát az Ísájel szerint van ez az Ísájel, és azt kellene neki betartani. Igen. IHL. És az IHL, ez nem a WHO, de vagy nem? Hát az az IHL, ami minden államra érvényes. Az IHR, értem. Az IHR. Én mindegy, ezt majd kiavítom, igen. A VH ugye az a közgyűlés. Előtt 4 hónappal kell VH minden... VH 55. cikke szerint kell nekik azt csinálni. Hogy miért? Az én VH, ez a... Ezt majd átmondjam neked és kiavítod, jó? 55. cikke szerint kell nekik azt csinálni. VH 55. cikke. Oké. Okay. Cikke szerint. Majd ezeket kijavítani. Egy kézzel elég nehéz. Ez január 27-én járt le, ezért felszólítjuk a kormányt, hogy bármi érkezik a WHO-tól, azt utasítsa el, mert Katalin nem túl érkezett, igaz? És akkor a harmadik, a nép, polgárok, nem állampolgárok, hanem polgárok képviseletében közhatalmi megbízást adunk a kormánynak, mely szerint ki kell léptesse az országot a WHO-ból való szerződésekből, WHO-ból való szerződésekből. Negyedik törvényjavaslat előkészítése a WHO-ból való kilépéssel. Ugye? Ez népszavazásként. Igen. Ja nem. Törvényjavaslat előkészítése a WHO-ból való kilépéssel. Népszavazások. Ugye ezt egybe van tulajdonképpen. Ja nem, ez a hegyi ügyekről pedig folyamatos népszavazások. Ennek mondtad ezt. Erre most jelentkezett itt valaki is ebben a csoportban, aki egy, a Dániel, valaki igen. A csoportban. És
Ha le fog bukni, úgyhogy föl sem. Nem áll meg sajnos. Esetleg, ha idehozod, Zoli, ha idehozod így, és ha kicsit állítod, akkor úgy lehet, hogy megáll. Köszönöm. Na most akkor következő. Tehát ez az app volt, ez az app. Igen, az app, ez az app is tudom. Ez, de azt magyarítani kell, nem? Igen, igen, magyarítani kell, de már megvan, akivel összehozott ezzel. Tehát ez az, amit ha itt keresztül tudunk vinni, akkor mindenütt állandóan lehet szavazgatni, és azzal a politikusokat lehet irányítani. Jó, még erre majd visszatérek, hogy közben ugye, köszönöm szépen. Közben, igen. Jó, köszönöm. Tehát visszatérek még arra, hogy majd miket lehet. Mert hogy ugye nekem a tegnap esti beszélgetés, amit volt, amit egyesek veszekedésnek éltek meg, az szerintem hasznos volt, nem veszekedés volt. Mert például ezt a dolgot, amit a bor felé itt a sarkon elmondott, hogy az emberek leszoktak arról, hogy a 4 évente megválasztott politikusok 4 évente választási ciklus között valami módon befolyásolják a közéletet. És erre valók ugye ezek a közéleti aktivitások, amiről beszéltem, hogy az áramvi mozgalom, gazdakörök és hasonlók. Itt van egy ellentet, megyünk, akkor itt van ez. 3B mozgalom egyenrangú személyek, szervezetek, mozgalmak összefogása helyi közélet létrehozására, a két választás közötti civil kontroll fenntartása érdekében, gazdakörök fölfogás visszaélése, telepezése. Fontos azt érteni, hogy ma az emberek azt hiszik, hogy a folyamatos civil kontroll nem kell, mert 4 évente megválasztott politikai elit kell elvégezzen mindent. A 3B felvállalja az EM, tehát az Egyesítsük Erőinket mozgalom célkitűzéseit is, tehát tagok továbbképzését, globalista új világrend elleni védekezés teljes tudásbázisának létrehozását, az EM képességei pedig törekednek a helyi közélet beindítására, 3B-hez tartozó helyi sejtek létrehozására, egymást átfedő hálózatos egyenlangú entitások szövetségekkel tehát létrejöjjön. Jó, tehát, hogy ez is hozzátartozik ehhez az állandó szavazáshoz, hogy mindenképpen arra törekszünk, hogy ne az a politikus gárda irányítson csak bennünket, amelyik most ugye létrehozta ezt a doltást, cirkuszt, amivel embereket károsították, megbetegítették. Akkor itt a második pont volt az, hogy a tudásbázis, túlélő bázis, életsziget, kisközösségek. Ugye ezt a Medvecki Zoli is forszírozta, illetve a Németh István is, meg hát többen végülis hasonlókra gondoltunk, hogy ilyen túlélő bázisokat kell létrehozni az országban, 30-40 családból álló közösségeket kell teremteni, amely ilyen 7-8-as tanyaközpontokból vagy egységekből állhat össze. Itt be kell rendezkedni minden témakörrel, családok életéhez szükséges minden szolgáltatásra és szakmára. Többféle funkciója lehet egyszerre, lehet önkormányzat is, tehát lehet szkíta önkormányzatot alakítani ebből a közösségből, egyesületi sejt, gazdakör, kosárközösség, és így tovább. Jó, ezek a közösségek 20 kilométerenként legalább létrejönnek. Erről ma volt szó, hogy 20 kilométerenként ezt a főtaláspont. A családi hadigazdaság túlélő kisokos szerkesztése, prepper táborok, tüdülőtáborok, Medvecki Zoli, Daróczi Zoli, azt elfelejtettem beírni, bocsáss meg, de majd pótoljuk meg, akkor ezeket a kisokosokat kéne ösztöncsé tenni. Ja, na mindegy.
gombaismeret, vadnövényismeret, gyógynövényismeret, aszalás és egyéb praktikák. Jó? Ez az én ötletem volt, ugye, hogy számszerűsíteni kell azokat, akik beállnak az Egyesítsük Erőinket mozgalomba, vagy a 3B összefogásba, mert ahhoz, hogy változás jön a társadalom 5-10%-a kell egyetértsen, felébredjen, kb. 20 ezer embernek kell aktívnak lennie, aktívan tennie, 20 ezer ember kell működtesse az új társadalmi kezdeményezést. A cél, hogy mi hamarabb elérjük ezt a számot, ezért rendszeresen számon fogjuk tartani az összefogásban részvevő szervezetek létszámát, hogy nyomon kövessük a növekedést. A számok mutathatják az előrehaladásunkat, gyengéinket, eredményeinket. Aztán a biztonságról való intézkedések, ugye erről lett volna az első esti beszélgetés, de aztán egy kicsit másról beszéltünk, de ez is előkerült. Ugye a harcművészeti tábor kapcsolódik ide, szó volt a fegyverről, a Daruczyról is sok értékes infót mondott, csak azt én nem egyetértem. Itt vagy, Zoli? Itt vagyok. Mondtad ezt a sövényt, arra emlékszem, de még sok minden mást is mondtál. Én majd ezt kérlek egész is kiáltatom neked, jó? Jó, rendben van. Hogy? Ija. Igen, igen. Jó, azt majd belírom a kodokolatot. Aztán önellátó termelő közösségek kellenek, közösségi összefogás kell. És ugye elhangzott az, mint fontos info, hogy aki az élelmiszerellátás, az él a hatalom. Teljes függetlenség kell az élelmiszerellátásban. Tehát szó volt ugye a szövetkezeti mozgalomról, Németh Istvántól, meg ugye sok minden másról is, többek között a következő pontban, hogy ezt írtam, hogy egymással kell kereskedni, együttműködni, vállalkozni, hogy a keletkező haszon is a közösségen belül maradjon. Kerülni a külső kereskedelmi egységeket, a multikat, felesleges termékek vásárlását. Gondolkodásunk jellemzője, hogy az eredeti állapothoz akarunk visszatérni. A természethez, a természetes élethez, hogyan csinálja a természet, mit akar a táj. A táj az anyaföld, a természet az embernél intelligensebb, komplex élőlény, amelyhez az ember kell alkalmazkodjon, és nem pedig az kéne kedve szerint átalakítsa. Szimbólumok segítségével kössük össze az eget és a földet, kerüljük a technotársadalom minden vívmányát, televízió, technikai kütyüket, érzéki élvezeteket. Jó? Nem rozsány, hanem rozsály, elipszilon. Elipszilon? Uh-huh, bocsánat. Oké. Okay. Oh. Visszafelé egyet. Igen, Rozsály polgármester, és akkor ide szeretnék ilyen ötleteket tőletek, ugye volt a Balogh Péter, az sok ilyen videót említett, amiket érdemes ilyen a kiképzési anyagunk részének tekinteni, tehát ami tényleg jó. A Tanya Egyetem. Mi? A Tanya Egyetem, ez a fenntartható visszafejlődés. Tanya Egyetem, ezt így fönnmondod, nem tudom? Igen, voltam. Ja, ezt is a Fülöp Tamás csinálja, nem? Nem, nem a Fülöp Tamás. Ez a... Sipos Mihály. Igen, de ugyanaz a csoport. Nem, csak egy ideig vagyok. Igen? Ők önálló, sokkal... Hát minden esetre az ő honlapjukon ott egyben van a Tanya Egyetem maga. Igen, erre emlékszem. Meg a minden, amiről a Fülöp Tamás beszél. Valaki ezt mondta, hogy a ladak tanulsága. Ladak tanulsága, igen, ezt hogy is értem, csak nem értettem, hogy jól értem. A közösség eleje. Igen, ez a verba kultúra, mentettem egy kovát, igen. Ladak. 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 Kuba. És akkor mi a Kuba? Közösség eleje. A közösség eleje.
Ez az. Az egy kész. De így rendesen a Kuba, az ország? Kuba, mint ország. Igen. De egy embargó alá került ország, hogyan menti meg magát, ilyen hallhatott volna. Uh-huh. Erkélyeken a zöldségtermesztés. Kuba jó példa. Hogy? Kuba az egy jó példa. Igen. Azok teljesen elmondani. Jó, akkor ugye kertészeti tippek hangzottak el. Múlcsolásról, nagyon fontos volt számomra, amit Maria mondott. Akkor a levegő páratartalmát kell növelni, mert az növeli a termést, mert ugye a kinyílnak a nyílások, hogyha szárazság van. Kisebb vízigényű fajtákat kell ültetni. Hát ugye itt nem beszéltünk olyanokról, hogy a mag termelés, ami nagyon fontos szerintem, mert szinte biztos, hogy a magokon keresztül fognak fertőzni. Be lehet még nyomni. Hogy? Be lehet még írni, mert az hát igen, ezeket majd fejlődünk. Hogy mondjam, csak... a vetőmag és a... Igen. És hát egyáltalán meg a magok. Jó, igen, hát nem, mindent nem fogunk tudni most az első verzióban, de hát nagyjából az ami elhangzott, úgy nagyjából még ahhoz kapcsolódó, szorosan kapcsolódó dolgokat. Igen, fel kellene építeni itt is, mert hogy is hívják, van, Osztriában már van egy ilyen, az Archenoak. Ezek már gyűjtik a magokat és a régi fajtákat. Meg aha, hogy vannak ilyen szervezetek. Vannak génbankok, vannak génbankok, csak az a kérdés, hogy azt ki privatizálja. Hát, hogy igen, ki a tulajdon, mert ha a túloldali tulajdon, akkor már szinte biztos. Nemzetközi cégek próbálják elvinni, hogy utána mi fizethessünk, hogy ezt használjuk. Nem, ez az Archenoakkal érdemes lenne a kapcsolatot. Van Magyarország is, Kovács Gyula, stb. Tehát állatokra is, és növényekre is. Ős. Hát, Kovács Gyulának van a legnagyobb. Állatokra is léteznek ilyen, hát ezen van, de olyan élő lények, akik az ősvonalat viszik, és ez ilyen állatokat tartanak, például a Dr. Magyar József, de sok-sok ilyen állat. Jó, akkor már az a kérdés, hogy ezt majd utólag érdekel. Jó, aztán szükség van független médiákra, de ez magántulajdonban is lehetséges. Minden tulajdonos biztatni kell saját fejlesztésekre és a többiekkel a hálózatszerű összefogásra. Jelenleg a teljes diverzitás létezik közöttünk, amatőr, profi, írott, képi, dokumentáció, vágott anyag, stb. Az emberek szeretnek ahhoz csatlakozni, amit a többség van. Le kell szoktatni a mostani mainstream médiáról az embereket, mert betegséget okoz. Minden olyan téma fontos a médiában, ami az életet támogatja. Saját tulajdonú médiák fejlesztése a tulajdonos dolga, rendelkezés álló forrásai figyelembevételével szükség lenne egy hiteles információkat közvetítő forrás hírügynökségre. Amíg nincs jobb, addig az EM összefogás közösségei azok tagjaikkel sokszorosítsák, ezen televíziók vagy kezdeményezéseknek az információit. Tehát nincs olyan, hogy most egy nagy központi médiát sem, és mindenki azt nézi, hanem addig küldjük úgy, ahogyan eddig tettük, hogy csak tudatosabban. Spiritualitás, a közösségek sokkal hatékonyabban működnek, a tagjainak van közös spiritualitásuk. A legfontosabb, hogy mindannyian elsősorban saját magunkkal kerüljünk harmóniába, magunkban éljük meg a szakralitást, önismeretünket fejlesztjük. Ha ismerjük magunk szimbiózisát a legfelsőbbel, akkor leszünk képesek másokért is ismerni, és akkor kerül harmóniába mindenkivel is. És akkor volt ez a közösségi kereső. Hát én eddig jutottam, most a mairól ugye nem írtam még semmit az iskoláról, meg a... Hát az mi volt? Mi volt az ott? Mi? Kicsi Mogorika.
Ez le fog ülni, jó? Ja, a média, igen. De a médiáról írtam, csak az iskolát nem írtam. Én tudom, az iskolát, csak az iskolát nem írtam, de szerintem azt is fogod tudni hozzájönni, hogy az iskolában igen. Fontosan. Na, akkor most mondjátok, hogy kinek van észrevétele. Oké, oké. Mondjuk. Köszönöm szépen, Németh Péter Robert vagyok, és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez a vége. Ja. Jó, szóval azt hiszem, hogy mindenben, minden témához hozzávághat az az intuíció, amivel lehet, hogy hozzá tudok tenni egy picit, vagy én ki vagyok gyorsan, csak így röviden elmondanám, hogy hát én 20 évig voltam, ugye egy a londoni Nui Master, ez egy szentelt masszázs, egy hunafilozófia jelvét a nevében, és zajlik egy ősiség általi szakorítás által, de ugyanúgy voltam 20 évig buddhista tanokkal, és meditációs tréner, és sótáncos is voltam, tehát így, de ezen kívül voltam kereskedő, mindenféle ilyesmi. Szóval nagyon nagy ráhatásom van így egyébként a politikai helyzetre is, és a WHO-ra, meg a mindenféle ilyen háttérhatalmi dolgokra. És minden összességében azt látom, hogy ugye kevés a pénz, mondjuk azt, hogy a szervezeteknek arra, hogy előre jussanak. Aztán nagyon nagy teher illetődik rájuk. Aztán van egy olyan aspektusa a dolognak, hogy nem csak nekik kell felelősséget vállalni az emberekért, hanem az embereknek kell megmutatni, hogy nekik is van felelősségük. Viszont ugye van ez a moszkva piramis, aminek az alján van a 80-90%-a az embereknek, hogy benne vannak egy mókuskerékben és meg vannak vezetve, és nagyon nehéz őket behozni. Aztán vannak olyan csoportosulások, emberek, embertársaink, magyarok, akik már 20 éve 30 éve, nem tudom, de egyéni spirituális fejlődésen mentek keresztül, és valahol tartanak ebben az egyéni megváltás szintjén. Aztán a 12-es pontban ugye a spiritualitás, hogy el kell jutnunk egyesével mindannyiunk egy-egy szintre, egy magasabb szintre, hogy felelősséget tudjunk vállalni, mint erkölcsileg, és akkor hogyan egyesítsük ezeket az erőket, tehát hogyan tudunk hatni azokra az emberekre, akik még nincsenek köztünk, nem ébredtek föl, már kérdezően társadalmatlan. Nos, egy kicsit manipulatívan, de pozitív értelemben véve, meg kéne tanulnunk, hogy hogyan tudunk kommunikálni velük. Tehát itt szóba esett az, hogy ugye hogyan tudjuk megszólítani a legtöbb embert befolyásolni, és ezt az MLM technikákban úgy csinálják, hogy úgy mondják a dolgokat, hogy a legtöbb ember, és az emberek szeretnek ebben a csoportba tartozni. Ez az egyik. De másik aspektusa ugye, hogy mi az az erő, amely közös bennünk. És itt van a hazaszeretet, a szakralitásunk, az ősiségünk, az kittaságunk, a vérünk, ami bizonyítja azt, hogy a kultúrák például, tehát hogy kimutatható ugye az kittaság 36%-ban, az európai népcsoportokban, de délebre is. Tehát van egy közös történelmünk, és nagyon sürget minket az idő. Tehát itt tényleg ez soha is van. Mert a háttérhatalmak nem alszanak, az ördög nem alszik, nekünk sem szabad. De hogy hogyan tudjuk a kultúrával létrehozni egy olyan fegyvert a média által is egyébként, mert ugye a kultúra az nagyon hozzátartozik az oktatáshoz, és az embereket fel kell emelnünk egy magas szintre. Képzeljük el, hogy 2050-ben vagyunk, és egy hatalmas emlékmű alatt vannak az unokáink, dédunokáink, és a családfő mondja nekik, hogy képzeljétek el, korábban nem voltál ilyen szép világ. Ez egy alternatív jövőkép, amiben csodálatos minden, ugyanúgy nézni szeretnénk. És elkezd mesélni az apuka, hogy ez az emlékünk, amit látjátok, itt Szent Korona van a tetején, túli madarak vannak rajta, és magyar szimbólumok, és kalocsai hímzés. És szóval egy olyan világban vagyunk most, amit korábban áll
álmodtak csak az emberek. Aztán egyszer csak képzeljétek el, hogy volt egy közös bennük, a szellemiségük, a szakralitásuk, a tudásuk, mert egy nagyon tehetséges nép voltunk mi. És képzeljétek el, hogy ilyen emlékművek, amik aranykapuk, mert aranyszínű, ilyenek minden országban vannak, mert minden országnak vannak múltjai. És akkor az emberek megmutatták, és ez a Kárpát-medencéből felszállt ez a madár, és körbe ment a hír. És megalkották a közös alkotásokat. Mert a vezetőknek nem volt pénze, a vezetőknek voltak terveik, akarták, de nem jutott el az információ. Kérdezik, hogy próbáld röviden jó a lényeget, mert tehát a lényeg, hogy van egy kultúránk, és az emberek összefognak, de hogyan? Úgy, hogy részvényekben vagy alapítványokban támogatni kezdenek egy közös alkotást, egy filmet, a Magyarország történetét és az igazságot. Tehát történészekre, szakértőkre, írókra van szükség, és ezeknek a konzultációjára ahhoz, hogy létrehozzuk a mi közös alkotásunkat. És ez egy olyan fegyver a háttérhatalmak ellen, ami a médián keresztül kapcsolódóan körülmegy a világba a hír. És meglátják ezt az emberek világszerte. És egyszerre 8 milliárd ember áll fel, mert mi megmutattuk. Én azt hiszem, hogy az animációkban, a színdarabokban nagyon sok táncosunk van, tehát a kultúránk is, és ezzel el lehetne jutni valahol. Hát akkor itt befejezem, köszönöm szépen. Én egy szót szeretnék ebből a csomagból törölni, az az ellenség. Ez egy olyan negatív szó, és ezek az emberek le vannak, jó. Igaz, hogy le vannak pénzelve, de ezek is félelembe élnek. Úgyhogy ez az egyetlen szót, amit szeretnék töröltetni, az ellenséget kell találnunk egymást. Ellenfél. Na, van-e másnak rövid hozzáfűzni valója, vagy javítani valója? Igen? Már ki is kapcsolt.